Sziasztok! Pintér Krisztián vagyok. Mai téma pedig a Gambit Password Hashing algoritmus lesz, illetve ennek kapcsán szóba fog kerülni a Ketchup, ami alapja, valamint egy kicsit kitekintésszerűen, hogy egyáltalán miért kell a Password Hashing-el speciálisan foglalkozni, miért más, mint más területek, milyen problémák vannak eféle. Szerintem az elején viszonylag gyorsabban fogok haladni, mert ezt mindenki tudja, de hát azért érdemes összefoglalni. Autentikációra van tehát szó. Az a kérdésünk, hogy ki van a számítógépnél, vagy ki van a vonal túloldalán. Ugye ennek az volna a lényege, hogy megtudjam, hogy ténylegesen ki az, ez a is. Ugye ezt lehet új lenyomattal, retinával, esetleg DNS analízissel csinálni. Ezek általában nem elérhetők. Úgyhogy ehelyett két megoldásunk van. A have, ugye az, hogy milyen van. Valamilyen van, ami másnak nincs. Ez lehet egy token, egy hardware, vagy akár csak egy file, amit ugyan le lehet másolni, de hát vigyázzon rá. Illetve a mit tud, ez a jelszó, vagy egy sliding pattern, vagy egy gesture, vagy valami. Ugye ezzel is lehet azonosítani valakit, hogyha titokba tartja azt a tudását, és csak ő neki van meg. Ma pedig a jelszóról lesz, hogy a szó azért van kipirosítva. Ez is ismert dolog lesz, hogy ezen is csak átszaladok. Ugye miért nem tároljuk magát a jelszót, ez ott az első gondolat, sokáig jelszót tároltak. Nem jó, nem okos dolog, mert el lehet lopni, és onnantól kezdve bárki be tud lépni. Kettő, újra felhasználja az ember a jelszavát, nem csak oda tud belépni, hanem máshova is. Nem szép dolog, ezért hash tárolunk a jelszóról, amit ugye nem lehet elvileg visszaalakítani. De vissza lehet alakítani, mert lookup táblákat és rainbow táblákat csinálunk belőle. Igaz, hogyha ez globális, ezért a következő ötlet az, hogy ne legyen globális, hanem mindenkinek gyakorlatilag személyre szabott hash függvénye van. Show-t használunk, ennek ez a titka, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy véletlen szám szokott lenni, de elég az, hogyha egyedi, tehát hogyha nincs kettőször ugyanaz, és akkor teljesen, hogyha ugyanaz is a jelszó, gyakorlatilag újra kell törni minden egyes jelszót külön-külön, tehát magyarán brute force-ra kényszerítettük a támadót. Most ezzel viszont az a baj, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát semmi akadály nincsen annak ma már, hogy brute force-on neki menjen az ember a jelszónak. Körülbelül 30-60 bites egy password, security-t nézve, mondjuk lenni lehet kevesebb is, ha valakinek a gold 01 a jelszava. Mondjuk 60 bitnél nagyobb jelszót már elég nehéz megjegyezni. Tehát az már megjegyzési technika kell, hogy valakinek tudjon jegyezni egy ilyen hosszú jelszót. Nem jellemző. Hashcap program 100 milliót nézett egy másodperc alatt egy megvehető számítógépen, tehát nem kell hozzá hatalmas server farm. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez már egy hétköznapi embernek is a lehetséges zónájába került egy ilyen brute force password törés. A megoldás mi? Le kell lassítani. Olyan helyeket kell választani, nem költséges, PBKDF2, Bcrypt, Scrypt volt eddig ugye a három induló. Itt most hirtelen ugrunk egyet, és arra fogok beszélni, hogy tulajdonképpen mi is a feladat. Mit is akarunk elérni, illetve mink van, mik a körülmények, amiben ez az egész történik. Ezzel a szlájddal azt akarom eloszlatni, azt a tévhitet, amit szerintem tévhit, ez vitatott, majd meglátjuk, hogy ti mit gondoltok róla, hogy a úgymond a védekező oldalon ugye van egy számítógépünk, ami egy szörny, ami hatalmas CPU van benne, rengeteg memória van benne, meg mindent tud, és a támadó oldalon pedig van egy egyedi hardware, amit valaki legyártatott egy akárhol. És akkor ugye igyekezzünk olyan dolgokat, ha felhasználni, hogy nekünk a PC-nkben van, a támadónak meg kénytelen ezt majd megvenni. Igen, ám, de ez nem ilyen egyszerű, mert a jó oldalon nem csak PC-k vannak, hanem ott vannak a kis vicces robotka, ugye, de ott vannak a routerek, ott vannak a média lejátszók, és ki tudja még mi minden, amit itt fabrikáltak a szomszéd szobába, ami oké, rendben van, általában nem szokott jelszó alapú azonosítást csinálni, de mi van, ha mégis? Tehát azért nem igaz az, hogy az egyik oldalon csak hatalmas PC-k vannak. És a másik probléma, az a nagyobb probléma, hogy a támadó oldalon viszont nem egyedi hardware van jellemzően, hanem bizony botnet. Egyedi hardware tud csinálni a Google, de nem csinál, mert nem bolondult meg, meg tud csinálni az NSA, az megbolondult, tehát ők csinálnak is ilyet. De rajtuk kívül nagyon senki, tehát senki nem fog millió dollárokat ölni abba, hogy a te passzorodat megsejtse, vagy akár bárki másét is. Viszont akármelyik mafia főnök, vagy akárki egy botnetet nem is kell neki írni, mert már van ilyen, tehát neki csak oda hozzá kell férni. És onnantól kezdve 100 millió számítógép dolgozik az ő dolgán. Tehát ez a nézet, hogy PC áll szembe hardware-ral, ez nem igazán ilyen egyszerű. Na, ezt akartam ezzel mondani. Ez fölösleges slide, de szerintem nagyjából át is fogjuk ugrani. Itt azt akartam bemutatni, mi a különbség ezek között, tehát hogy mit tud egy PC, mit tud egy GPU, vagy mit tud egy ilyen egyedi hardware. Amit talán érdemes kiemelni belőle, hogy ha egyszer ugyanaz a mind a két oldalon, akkor mit erőlködünk, igaz? Tehát akkor tudunk védekezni. Azért tudunk védekezni, mert nekünk van egy másodpercünk, van egy dollárunk, van mit tudom én, egy watt energiánk,
az nem energia, akkor mondjuk egy zsúl energiánk, hogy egy jelszót ugye ellenőrizzünk, viszont a támadónak ezt meg kell fizetni sok százmilliószorosan, tehát ha mi nekünk a kis robotunk $1 lesz drágább, a támadónak a munkája az $1 millió lesz drágább, kivéve a botnetet használva, akkor nem lesz drágább, de akkor legalább annyival nagyobb botnetet kell neki ugye elfoglalni. Ezen át is mentünk, ha csak nem akartok kérdezni valamit. Igen, tehát itt gyorsan felsoroltam, hogy mi az, amit igazából ezt úgy szedtem össze, hogy fogtam a Password Hashing Competition-t, ami ugye most zajlik, és amiről gondolom tudtok, meg hát ez az apropója az egész beszélgetésnek, hogy a különböző jelöltek mit csinálnak, mit próbálnak használni. Ezek a következők, memória, ugye ez már Escript óta ismert dolog, integer aritmetika, ugye ebből összeadásunk azért szokott lenni jellemzően, ha már van valami áramkörünk is, de szorzás-osztás és mondjuk moduló, ami ugyanaz, mint az osztás, az mondjuk nem annyira biztos, hogy van, meg nem annyira biztos, hogy gyors, úgyhogy lehet egy ilyet bedobni. Ezzel ugye kinyírtuk ezt az egyedi hardvert, nekünk meg ez rendelkezésünkre áll. Lebegő pontos aritmetika, ugyanez az elv volna, ugye egy modern processzorban már beépítve vannak ezek, viszont ahol meg nincs, ott meg kell csinálni. Big num, így neveztem el, fogalmam nincs, ezt magyarul, hogy mondod, tehát amikor olyan nagy számokról van szó, ami nem fér bele nyilván egy machine word-be, hanem akár 2000, vagy 4000, vagy 8000 bites, vagy akár mekkora bites számok, és akkor ezekkel mindenféle egészen okos matematikai műveleteket lehet csinálni, amiknek jó tulajdonságaik is vannak, tehát amúgy is hasznos volna ez, de cserébe még ráadásul drága is megcsinálni, tehát lassítja a dolgunkat. S-box, ez egy kicsit ilyen kakuktojás itt arra gondolok, hogy a CPU-nak, legalábbis ezt hallottam, ugye ezért annyira nem értek, egy CPU-ba egy ilyen S-boxot megcsinálni, az S-box azt tudjátok, hogy micsoda, arról van szó, hogy egy lookup tábla lényegében, mind általában viszonylag kicsi lookup tábla, amiben megvan mondva, hogy mit tudom én, egy bizonyos byte-ot mire kell cserélni. És az a mondás, hogy ezt egy CPU elég jól meg tudja csinálni, tehát ez optimalizálva van erre, de mondjuk egy GPU az már nem nagyon, ezek a shimmed utasítások szintén nem nagyon jók erre, és hát ha a hardware meg kell csinálni, azt meg kell csinálni nyilván. Úgyhogy van, aki ilyeneket használ azért, hogy ne lehessen GPU-n optimálisan futtatni az algoritmusát, hanem CPU kelljen hozzá mindenképpen. Illetve a paralelizáció, ugye ez abból fakad, hogy a CPU-k ma már szinte mindig sokmagos, már telefonok is sokmagosak, tehát ha 4 szálon nyomjuk, akkor 4-szer annyi munkát végzünk el ugyanannyi idő alatt, támadónak meg ugye 4-szer annyi hardware kell, illetve hát ezt lehet fölvinni 256-ig mondjuk, vagy akár meddig, hogyha a GPU-t tervezzük védekező platformnak. Pont azt akarjuk kihozni, hogy a GPU-n védekezünk, és akkor a támadónak 256 szálon kell dolgozni, vagy pedig 256-szor annyi ideig tart, ugye ezt mindig meg lehet csinálni szerializálva, de a munkamennyiség az növekszik. A következőkben mindenféle ide fogok beszélni, de többek között arra fog kimenni ez az egész, hogy ezek közül mit tartsunk meg, mit használjunk fel, szerintem, tehát ez mit javaslok én, és mi az, amit nem. De még mielőtt ez lenne, ezek a követelmények azért vannak idézőjelben, mert ezek nem igazi követelmények, ezek az én követelményeim, ha úgy tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem ezt kéne csinálni, és én a saját algoritmusomat úgy terveztem meg, hogy ezeket lehetőleg tudja. Nincs egyetértés ebbe. Nem tudom, erre ki fogok érni, vagy nem biztos, lehet, hogy inkább csak a végén, de ezek vitatott dolgok. Gyorsan szaladjunk végig rajta, ez az egyszerűség, az ugye mindenhol fontos számítástechnikában az egyszerűség nyilván. Tehát a programok elsősorban a programozóknak, íródnak, nem a számítógépnek, az csak szerencsé, hogy a számítógép is le tudja futtatni. De kriptográfiában ez különösen nagyon fontos. Tehát ott, hogyha egy kicsit is bonyolultabb valami, inkább a tudásából veszünk vissza, mint sem, hogy bonyolult legyen, mert majd mindjárt elmondom, hogy miért, erről lesz egy külön oldal. Side channel, nem tudom ezt sem magyarul, hogy mondják, most side channel lesz. Side channel támadások az igen divat téma mostanában. Tehát az AS ugye 30 évig állt, és side channel támadásnak esett végül áldozatul, úgyhogy írják át a világ összes könyvtárában, hogy fix idő alatt, és ne legyen a cache, tehát cache ne használjon kvázi memória hozzáférési mintázata, ne függjön a jelszótól, ne függjön a kulcstól. Úgyhogy ez probléma. Nem tervezünk szerintem a 21. században olyan algoritmust, ami bármilyen sidechannel támadásnak. Hát ilyet nem lehet, de legalább próbáljuk meg úgy megcsinálni, hogy ne legyen. Tehát ne legyenek benne titoktól függő elágazások, indexelések és ilyesmik. És pláne az ideje ne függjön a jelszótól. Tehát a lefutási idő az meg aztán pláne ne függjön tőle. Oké, PRF, ez a pseudorandom függvényt jelenteni. Ez érdekes módon nem követelmény egy hash-nél. Általában a hash függvényeknek nem követelmény, egy PRF legyen. Ott ugye csak az az elvárás, hogy collision resistance, stb. De azért illik. Tehát ma már 21. században megint csak illik, hogyha egy függvény az PRF. Többek között ezért használunk például
H-Mac ugye, konstrukciót, mert a hagyományos Merkle Damgard Construction az nem PRF, mert vannak benne bizonyos szabályosságok, ugye Length Extension, tehát ezeket kiküszöböljük, hogy ne legyen ilyen. Én olyat akartam csinálni, amelyik PRF. Tehát amikre rá lehet mondani, hogy az pseudo-random az összes bemeneten, és akkor ezzel nincs gond. Security proof legyen, hát ez azért megint elvárás, ezzel sokat nem érdemes beszélni. Legyen 128, illetve 256 bit security level, ugye lehet más is, nyilván az nem baj, ha van, de legalább ez a kettő legyen meg. 128-at szoktunk használni úgy általában, 256 meg a szuper paradidoknak való, illetve post-quantum. Ugyanis vannak olyan kvantum algoritmusok, amik általános érvényűek, és az a mondás, hogy felezik a security-t. Tehát akkor, ha 256-ot választunk, akkor még post-quantum is megvan a 128, és mindenki örül. Hát ez egy kicsit elnagyolt leírás volt, de nem árt a szavon 256 bit. Áramvonalas, erről meg fogok beszélni, hogy az alatt mit értek, szerintem itt most nem is térek ki rá, majd lesz róla egy slide, illetve a finom paraméterezhetőség, ez arról kívánna szólni, hogy ugye meg kell tudnunk adni azt, hogy mennyire legyen költséges, és ez nem árt feltétlenül, hogyha ezt nem valami hatalmas ugrásonként lehet csak változtatni, hanem viszonylag finoman. Van egy csomó algoritmus, amiben ezt például 260 lehet csak a memória. És az azt jelenti, hogy akkor döntenünk kell, hogy most mit a 64 megabyte vagy 128. Tehát ez lehet, hogy ez egy kényelmetlenség. Ez aztán igazán nem egy követelmény, tehát ez most, ha nincs, akkor nincs, de jó lenne, hogyha ilyet is tudna. Na tehát akkor mi is ez a keep it simple? Keep it simple, keep it stupid simple. Miért jó ez nekünk? Ugye hát a legelső az nem igazán érv, de igazából azt mondom csak, hogy a security through obscurity, ugye ez azt jelenti, hogy azért secure, mert annyira bonyolult, hogy nem érti senki, tehát majd csak nem tudják megtörni, ez nem egy értelmes gondolat. Ennek az ellentétje gyakorlatilag ez a keep it stupid simple, tehát érthető legyen, világos legyen és biztonságos legyen. Egységi analízis az többet ér. Ugye arról van szó, hogy a kriptoanalitikus mivel foglalkozik? Azzal foglalkozik, hogy megértse a matematikáját és találjon valami törésre, vagy bebizonyítsa, hogy nem lehet megtörni, vagy pedig azzal foglalkozik, hogy egyáltalán fölfogja, hogy mi történik, hogy a matematikát megteremtse hozzá, mert meg lehet fogalmazni a kérdéseket. Vagy nem is fog foglalkozni vele, hogyha túl bonyolult az algoritmus, vagy pedig ha fog is, akkor azzal fognak az óráim mennek, hogy esetvizsgálatokat csinál, próbálja hozzá kitalálni, hogy milyen eszköztárral lehet hozzányúlni. Azt a hasonlatot találtam itt erre ki, hogy tegyük fel, hogy egy fenyőfát keresünk valahol egy adott területen, az a hiba, és azt meg kell találni, és hogyha van egy dzsungelünk, egy rettetes bonyolult átláthatatlan erdő, amiben nem lehet bemenni, akkor annyit tudunk, hogy amerre jártunk, ott nincs fenyő. De semmit sem tudunk egyebet róla, és marha nehéz bemászni oda. Viszont ha van egy mezőnk, akkor ott csak körülnézünk, van fenyő, nincs fenyő, és el van döntve. Most ilyen nem lesz nyilván, hogy mező, de mondjuk lehet ez egy ritkás erdőnben, viszonylag jól be tudunk menni ide-oda, tudunk mintákat csinálni, tudunk gondolkodni is, és tudunk valamiféle következtetést levonni, hogy az a gyanú, hogy itt nem lesz fenyőfa. Vagy legalábbis marha nehéz megtalálni. Ugye ez a dzsungelben nem megy. Implementálási hiba lehetősége, hát oké, hogy megvan, de azt le is kell utána implementálni valakinek, méghozzá általában elég sokaknak, tehát hiába. Ugye itt is van egy lognormál elosztás, hogyha bekerült a Windowsba, akkor már 100 millió vagy 1 milliárd embernek nem kell megcsinálni. De sokszor lesz majd olyan, hogy valakinek ezt meg kell csinálni, és ha ez rettentő bonyolult, hát akkor ott hibák lesznek. És a hibákat bizony ki lehet használni. És az utolsó szempont pedig az, hogy olcsóbb a végeredmény. Igaz? Tehát ha ezt egy hardware-re kell megcsinálni mondjuk, és ez egy borzasztó komplex algoritmus, akkor ott bizony azért négyzetmilliméterbe fogunk fizetni, vagy kapuszámba fogunk fizetni, a szoftvernél is bájtokba fogunk fizetni, ami egy csomó platformon nem biztos, hogy mindegy. Tehát ezért kell, hogy minél egyszerűbb legyen, és akkor itt van egy összevető táblázat, hogy amiket ugye felírtam az elején, hogy milyen eszköztárunk van, illetve, hogy ez az elv, hogy minél egyszerűbb legyen, ez hogyan illeszkedik össze. Ugye az első az ott, hogy memória, hát ez nem okoz bonyolultságot. Tehát, hogy memóriát használunk, ott nem lesz az algoritmusunk bonyolultabb, úgyhogy ez kiváló. Integer aritmetika, ha van, akkor ugye nem probléma, ha meg kell csinálni, akkor itt vannak necces dolgok. Tehát mondjuk egy szorzásnál többféle algoritmus van, az egyik egyszerűbb, a másik gyorsabb, és akkor már itt most választhatunk, hogy lusták vagyunk, vagy nem. Ha bonyolultabbat választjuk, akkor azt jól meg is kell csinálni. Tehát azért ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, de még belefér. Lebegőpontos, hát az egy rémálom. Hát ha a lebegőpontost akarsz implementálni, ráadásul úgy, hogy mondjuk supportáljon not a numbert, supportáljon denormálisokat, oh boy, tehát ezt inkább elkerülendő, ha egy mód van rá. Főleg ráadásul interoperabilitás mi lesz, tehát az egyik processzor így kerekít, a másik úgy, tehát akkor az utolsó biteket le kell dobni belőle, úgyhogy nem jó a levegőpontos művelet, hogyha szimplán akarjuk tartani. Big num,
Körülbelül ugyanez a helyzet, inkább mint az integer, mondjuk a kettő között valahol, ott is sok probléma van, azt is nehéz megcsinálni, nem véletlen vannak ezek általában a library-kből összeszedve, tehát nem biztos, hogy valaki szeretne ilyet implementálni szabad idejébe, ha csak nem ez a hobbija. Sbox, ha CPU-n vagyunk, akkor ez nem probléma, de viszont a GPU-t akarunk, vagy ezeket a SIMD utasításokat akarjuk használni, akkor lehet, hogy ott is jobb bonyolult algoritmusokat kell csinálni, az, hogy optimális legyen a végeredmény. Úgyhogy ez ilyen határeset, és akkor a paralelizáció, lehet vitatkozni, hogy vajon mennyire egyszerű az. Tehát az ember azt mondja, na hát csinálunk egy szállat, igazán nem gond, de még összevetve egy kriptográfiai algoritmussal, ami tényleg néhány szorulunk jobbra-balra, ahhoz képest ez egy szállat beindítani, utána megvárni, utána hibakezelést csinálni, hogy ez sikerült-e, utána nem tudom én mi, azért ez megint csak nagyságrenden megnöveli a bonyolultságot. Tehát ezt is, hogyha nagyon akarjuk, lehet ilyet csinálni, de azért résszel. Tehát gondoljuk meg, hogy kell-e annyira nekünk ez. Sidechannel támadások, ugye erről szerintem nem fogok itt beszélni, hogy az micsoda, csak ez egy összevetés úgy szintén, hogy a különböző eszköztárunk és a sidechannel hogy jön össze. Ugye memória, oda kell figyelni, hogy milyen sorrendben írunk és olvasunk. Ugye ez volt pont a probléma a OS-sel is, hogyha a jelszótól függ az, hogy milyen sorrendben írjuk, olvasjuk a memóriát, akkor azt a támadó esetleg megfigyelheti, vagy akár róla valamit megfigyelhet. Például megfigyelheti akár azt is, hogy ha ez az írás-olvasás ez néha ugyanoda talál be, mondjuk egy cache lapra, akkor ugye gyorsabban fogja visszahozni. Tehát még a totál idő is függhet attól, hogy hányszor olvas ugyanonnan, és az viszont bizony nagyon könnyen kilátszik ugye a rendszerből, hogy mennyi idő alatt futott le az algoritmus. Úgyhogy észre kell csinálni, de amúgy lehet észre csinálni. Csak az a lényeg, hogy előre el kell dönteni, hogy mit, honnan, mikor, hova fogunk írni, és ez ne függjön a jelszótól. Oké, integer aritmetika, ez egy jó kis belépési pont minden ilyen sidechanneleteknek. Szinte mindegyik függ a számoktól, hogy mennyi ideig tart, és hogy mennyi energiát fogyaszt, vagy hogy akár milyen hangot ad ki a számítógép tőle. Ezeket meg lehet csinálni, úgyhogy ne függjön tőle, de akkor a komplexitás fog növekedni. Ugye, most amire gondolok, például egy osztást, tehát megcsinálj egy osztást úgy, hogy az mindig ugyanannyi ideig tartson, és közben ugyanannyi energiát fogyasszon, ugyanannyi mondjuk memóriát, tehát ugyanis legyen memóriaolvasás írás benne, az nem egy egyszerű feladat. Lebegőpontos, hát ezt inkább nem is mondanám, tehát az aztán az tényleg a nightmare, tehát ott szanaszét lesz ugye kézelve, hogy most akkor ilyen olyan amolyan eset, mindegyik tek más ideig tart. Egy lebegőpontos műveletet megcsinálni, főleg színuszt, van olyan jelölt a PC-ban, még színuszokat meg szögfüggvényeket használ. Tehát megírni szögfüggvényt úgy, hogy ne legyen valamilyen ilyen sidechannel vulnerability benne, hát sok szerencsét hozzá, érdekes lesz. Hova tartok? Igen, Bignum lényegében ugyanazt lehet elmondani az előző kettőről, azt is meg lehet csinálni, vannak ilyen módszerek, de az bonyolultságot okoz. Sbox, ez a tipikus ellenség, tehát azon bukott meg ugye az AS is. Igazabban nincs Sbox szigorúan véve, ugye, mert az egy prim mezőben lévő művelet lenne, de ugye nem úgy implementáljuk, mert a fene se fog Galois fieldbe számolgatni, hanem egy Sboxon lesz effektíve megcsinálva benne, ezen bukott meg. Tehát az Sbox az pont tipikusan az a dolog, amit nem szabadna használni, de azt kell kiváltani valami mással. Paralelizáció, sidechannelhöz semmi köze nincsen. Közben egyébként, ha bárkinek valami kérdése van, nyugodtan lehet közben. Áramvonalság, ez nem függ össze semmivel se, úgyhogy ez csak egy kis rövid leírás. Ez talán nem olyan fontos, tehát ez én követelményem volt, inkább csak esztétikai szempontból. Itt arról lenne szó, hogy nagyon sok esetben használunk olyan kriptográfiai primitíveket olyan célra, ami az messze túl erős, és ezért amit mi csinálunk, mert ugye mi egy library-t meg fogunk hívni, és behetetünk valami adatokat, amit mi csinálunk, az sokkal bonyolultabb, mint amit egy támadó csinál, mert ő tudja, hogy mi folyik valóban. Tehát például ez volt egy példa, amit hoztam, mint egy SHA-2, amiben behetetjük a jelszót, sót, tudnám mi ez a H, valami előző hash-nek az eredménye, és akkor ugye ez, ami a következő sorban van, az, hogy ez hogy fog kinézni az input bufferbe egymás után, úgyhogy szépen benne lesznek ezek a bájtok. Tegyük fel, hogy a jelszótörő, ugye még 6 bájtos, vagy 6 karakteres jelszavakat tör éppen, mert megteheti azt, hogy sorban rendezi hossz szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy ebbe a bufferbe minden, kivéve a jelszónak az a 6 karaktere, az minden ugyanaz azon kívül. Tehát neki azt kell csak csinálni, hogy fölépít egy ilyen buffert, ez teljesen fix, és azt a 6 bájtot oda bepöccenti, és ráadásul, amikor az SHA-2-nek az első körét csinálja, ott egy csomó olyan számítás lesz benne, ami konstansokra megy. Hát ő ezt nem fogja megcsinálni, hanem előre ez már kész van, gyakorlatilag a második körrel kezdi. Tehát ő egy körrel kevesebbet csinál, mint mi. És ennek az oka alapvetően az, hogy
hogy nekünk egy olyan hash kellett volna, ami szigorúan valamilyen hosszú adatokat eszik, de nem olyat választodunk, hanem olyat, ami bármilyen hosszút megeszik. Tehát túl erős, túl sokat tud az SH2 ehhez a feladathoz, de azért választottuk azt, mert olyan éppen nincsen, tehát nem találsz a library-be egyet, ami pont bizonyos hosszúságú jelszót is stb. Teszik. Ezért használjuk mi ezt, hogy nekünk ez könnyű, viszont a támadó ezzel nyer, hogy ő viszont optimalizálhatja. Tehát én egy olyan módszert szerettem volna kitalálni, mert ilyenek mindig kevesebb van. Most, ha van az elején egy, meg a végén egy, ez ugye nem probléma nyilván, de hogyha ezt egy ciklusban csináljuk 100 milliószor, akkor ő 100 milliószor nyer rajta valahány műveletet, mi meg nem. Tehát ezt nem árt elkerülni. Egyébként szinte sehol nem lehet kihasználni, pont azért, mert egy SH2-ben is, mint van, hát én nem is tudom hány kör, 70 valahány, tehát abból egyet tud megsporolni, vagy maximum kettőt az elején, az nem olyan sok. Úgyhogy általában százalékban ez elenyésző, de ha meg lehet oldani, hogy áramvonalas legyen, akkor oldjuk meg. Ez egy összesítés, hogy szerintem mi az, amit érdemes használni, és mit nem, az eddigiek alapján. Tehát a memória az teljesen kiváló, de vigyázni, hogy az olvasás, írás sorrendje milyen. Integer aritmetika, szoszó, lebegőpontos, vagy sok ezer bites számok, vagy S-boxok, nem. Illetve paralelizáció, szoszó. Jó, és akkor itt most hirtelen lenne egy marha nagy ugrás. Elkezdjük teljesen más irányból nézegetni. Ezt a Colin Percival, amikor ezeket ugye végig gondolta, akkor alkotott meg egy ilyen fogalmat, hogy memory hard, illetve sequential memory hard, és ezeket a követelménynek állította, hogy ez kell. Ez úgy néz ki, hogy van valamilyen n paraméterünk, ugye, ami szabadon választható, és ettől függően tn időre van szükségünk ahhoz, hogy kiszámoljuk azt a hash értéket, illetve sn memóriára van szükségünk ahhoz, hogy kiszámoljuk. És akkor azt mondta, hogy memory hard az algoritmus akkor, hogyha ezt az O notation, big O notation, remélem azért valamennyire tudjátok, hogy mi ez, ez annyit jelentene szavakkal elmondva, hogy ha a memória igényt növelem, ugye az n paraméteren keresztül, akkor az időigény ezzel csak arányosan növekedhessen. Tehát ne fordulhasson elő az, hogy négyzetesen több időre van mondjuk szükség, mint amennyivel több memóriára van szükség. Ugye az nem lehet, hogy kevesebb legyen, mert legalább írni meg olvasni kell. Tehát az fura lenne, hogyha több memória kéne, de viszont az idő az még gyökösen vagy akár konstans időben meg lehetne csinálni. Akkor a több fölmenne kérdés, hogy tudok egy idő alatt 100 memóriára kezd olvasni. Tehát az a minimum, hogy ugye O1, vagy ON-es kell, hogy legyen. És akkor ne is legyen ennél nagyobb. Tulajdonképpen ez volt a követelménye. Illetve, ja, és úgy lehet ezt megfogalmazni nagyon könnyen, hogy olyan sok memóriát használ, amennyit csak lehet. Tehát minél több memóriát használjon. És akkor a sequential memory hard, ez ennek egy olyan válfaja lenne, amit hogyha van egy olyan számítógépem, amin a memória az közös egy csomó végrehajtó egység számára. Tehát mindenki tudja írni, olvasni párhuzamosan. Viszont van benne egy csomó végrehajtás egység, tehát egy csomó processzor, ha úgy tetszik, hogy egy csomó mag. És hogy egy ilyen számítógépen a T-szeres, tehát az idő és a memória igénynek a szorzata, az ne lehessen jobb. Lehet írni olyan algoritmust, amelyik mondjuk kevesebb helyet igényel, de akkor kétszer annyi, tehát ha fel annyi memóriát igényel, akkor kétszer annyi ideig tartson kiszámolni, vagy lehessen írni, amelyik mondjuk, mit tudom én, fel annyi idő alatt csinálja, de akkor kétszer annyi RAM kell hozzá. Tehát ezt lehessen így vele játszani, nem muszáj, de hogyha lehet vele játszani, akkor legalábbis ez a szorzat, ez ne tudja romlani. És ezt hívta úgy, hogy sequential memory hard. Jó, ezt fogalmam sincs egyébként, hogy miért mondtam el, de minden esetre érdekes. Escript-nek a magja, ha esetleg valakit érdekel, tehát hogy ezeket a feladatokat a Colin Percival hogyan oldotta meg. Az összes többi része az Escript-nek az igazából csak kiszolgálja ezt a magot, tehát azok nem effektíven nem lényegesek. Ami itt lényeg, hogy ugye van nekünk egy pseudorandom függvényünk, ami általában egy hmoc és valamilyen szokásos hash. Ennek csak az a lényeg, hogy babitből babitet csináljon. És akkor kell egy olyan függvény, amelyik ebből a babites adatból egy integer tud nekünk gyártani a megadott tartományon. És akkor ugye az elején azt látszik, hogy ő szépen végig, tehát minden alkalommal ezt a hash-t alkalmazza a bejövő adatbokra, és ami kijön belőle, ezt beírja memóriába, aztán megint alkalmazza, megint beírja, és lényegében egy pseudorandom módon feltölt egy tömböt, majd tovább megy ezzel a hash chain-nel, tehát ugyancsak csinál egy hash-t az előző értékből, abból kiszámolja ezt a bizonyos másik függvényel, hogy akkor melyik memóriaértékről olvassunk, és azt is beledobja ebbe a hash chain-be. Majd lép tovább. Most ebben az az érdekes, hogy soha nem lehet előre dolgozni, mert ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a következő lépés, ahhoz ki kell számolni az előző lépést. Tehát addig nem tudjuk, hogy melyik memóriára lesz szükség, és nem tudjuk, hogy további hash-t sem kiszámolni.
És ezzel biztosította azt, hogy semmilyen optimalizáció nem lehetséges, mert nem tudom előre például odapakolni neki a memóriát, ami majd fel fog kelleni, mert nem tudom, hogy melyik kell, és biztos, hogy nem tudom párhuzamosítani sem a dolgot, se semmit nem tudok lecsinálni. Az egész bizonyítás ezen alapszik, hogy magán ezeken a hash értékeken, tehát abból számolódik az index, és azzal indexeljük azt a bizonyos tömböt, amit feltöltöttünk. Van egy kis probléma ezzel ugye, hogy éppen ez a, ami ellen küzdenénk. Tehát ez volt a terv, hogy ugye a titkos adaton, a jelszón ne alapuljon indexelés. Viszont ennek az egész biztonsági bizonyítása az azon alapszik, hogy az alapján fogunk indexelni. Tehát ez egy kis gond. Ezt sokan egyszerűen elhesegetik azzal, hogy a jelszónál nem számít, de ha megnézitek a katena, az az egyik jelölt, annak a körülbelül, nem is tudom, talán a háromnegyed része, vagy a fele legalább a cikknek, amit írtak, az nem a katenáról szól, hanem arról, hogy hogy kell az Escript ellen egy ilyen cache timing támadást intézni. Ezt gyakorlatban nem demonstrálta még senki, de elméletileg ez a támadás létezik. Mik a Escripttel a problémák? Azon kívül, hogy szárcsinálatok, az a második pont. Az első, hogy marha komplex, több primitíven is alapszik, méghozzá ugye hárman. Hát végül is nem muszáj hárman alakulni, mert a PBKDF2-be is ugye a hash-ben. Nem mondom, és te tudni kell hozzá a PBKDF2-t, ez nem volt az előző rajza rajta, ez a bevezetéshez kell, tehát ahhoz, hogy a jelszóból hogyan keletkezik az az első blokk, amin aztán majd ez a belső rész dolgozik. Salsa 20x8, maga az a PRF, ami a lényegben benne van. Ez is jó pofa, mert 20x8, tehát ez nem is biztos, hogy egy library-ben meg lesz, ugye, mert ott lehet, hogy csak a 20x20, ez egy kevesebb körös, tehát ez csak 8 kör a eredeti 20-ból, hogy gyorsabb legyen. És akkor van benne ez a HMAC-SHA-256, ami a PBKDF2-höz van használva. Úgyhogy mindesetre sok-sok primitív van benne, jó hely, sok helyen el lehet rontani. Sidechannel sérülékeny, azt ugye mondtam. Illetve a paraméterezése nem túl kényelmes, ugyanis egy paramétert vesz csak át, és ettől függ az időigénye is, és a memóriaigénye is. Ez ugye muszáj, mert így volt definiálva a memory hardness, de mondjuk szerintem praktikusan ez nem biztos, hogy kell. Tehát jobb lenne, ha ezt rábíznánk a felhasználóra, dönts el. Hirtelen megint ugrunk egy teljesen más irányba, és aztán egyszer ezek a szálak össze fognak találkozni, ezt megígérem. Ketchup. Tehát egy kicsit szeretnék beszélni a ketchupról. Ez szerintem a ketchup kb. A legjobb dolog, ami a kriptográfiában történt, nem is tudom mióta. Talán amióta van kriptográfia azóta. Úgyhogy ezért ez nekem nagy szerelmem. A ketchupnak a lényege az, hogy van egy permutációnk, ezt bízzuk rá a szerzőkre, hogy ez hogy működik. Ők azt ígérték nekünk, hogy ez egy pseudorandom permutáció. Ugye, ami nem randomben az annyi, hogy permutáció. Tehát ugyanazt nem hozza, vagyis hogy két bemenetre nem hozhatja ki ugyanazt a végeredményt. Permutációról van szó, de ezen belül véletlen, és senki nem tud hozzászagolni semmi mást. Ennek az állapot tere, tehát a tere, ami dolgozik, az 1600 bit úgy normálisan, de tud lenni csökkentett méretű is, 800, 400, illetve felezve lehet egész 25-ig. Amikor ezt mondjuk kihozták, akkor még ez volt a képlet, most már a 800 és a 400 sem csak teoretikus, hanem az is használva van. Zajlik egy másik competition, amiben authenticated cipherek versenyeznek, és ott két jelöltje is van a ketchupnak, két változata. Az egyik az 1600 bitesen alapszik, a másik az viszont azt hiszem 400, vagyis hogy attól függ, hogy milyen paraméterezéssel válsz, az 400 vagy 800 bitesen. Tehát ezek használva is vannak, az annál kisebbeknek nincsen kriptográfiai jelentősége, de lehet vele játszani. Tehát az a lényeg, hogy van egy permutációnk, ez a permutáció az kizárólag XOR, AND, NOT és rotáció van benne, illetve konstansok vannak benne még, nem sok. Tehát összeadás sincs, ami nagyon jó, mert ha nagyon hardware barát. Viszont nem is ez a lényege igazából, ezt csak higgyük el nekik, hogy ez van, és jól működik. Ami az igazi nagyszerűség benne, az a sponge construction, ami úgy működik, na most itt nem tudom, hogy tudok-e mutogatni, és ez fog-e látszani, lehet, hogy inkább majd szóba elmondom, hogy mire akarok utalni. Tehát ha nézitek az elején, ez úgy működik, hogy itt azok a szürke téglalapok jelentik a permutációt magát. Tehát annak van, hogy egy bemenet a bal oldalon, és kiment a jobb oldalon. Értem szerint, ami kimegy a jobb oldalon, az a permutált változata annak, ami bement a bal oldalon. Maguk a vonalak jelképezik az adatokat. És akkor úgy indulunk, hogy nulla megy be. És erre a nullára szoroljuk rá az első adag valami adatot, amit be akarunk tolni. Ugye a sponge construction nincs semmilyen kontextusban, nem vagyunk most, tehát ez nem jelszó, nem semmi, hanem csak valami. Az a lényeg, hogy ez valami adatokat be lehet tolni. Ezt úgy hívják egyet, hogy absorb, tehát mint egy szivacs, ugye a szivacs a sponge, mint egy szivacs, de a szivacs fölszívja ezeket az adatokat magába. Az első blokkot, ami van, azt szépen rákszoroljuk ennek a bizonyos állapotnak az első részére. De nem az egészre, hanem csak egy részére.
A végén megmarad egy kevés, amire nem írunk semmit. Utána végrehajtjuk a permutációt, és megyünk tovább. Mi megint van egy állapotunk, annak az elejére rákszoroljuk a következő blokkot, a végét azt nem hagyjuk, de azt békén hagyjuk, azt nem piszkáljuk. És így tovább addig olvasunk be adatot, amíg csak akarunk. Ha ezzel kész vagyunk, egy utolsó permutáció után készen állunk arra, hogy az adatokat kinyomjuk belőle, ezt úgy hívják, hogy squeeze. És ezt is lehet akármeddig csinálni. Ez úgy működik, hogy egyszerűen kiolvassuk az elejét, azt a részt, ahol eddig szoroltunk. A legvégéhez nem nyúlunk hozzá megint, azt sem ki nem olvassuk soha, sem nem írunk hozzá semmit. És utána, ha további adatra van szükség, akkor még egy permutáció, és megint kiolvassuk az első valahány bájtot. Aztán megint permutáció, és így tovább, amíg meg nem unjuk. Ezt az alsó pár bitet, amihez nem nyúlunk hozzá, ezt úgy szokták írni, hogy kapacitás. Igen, én úgy fogom mondani, hogy kapacitás. Igazából a kapacitásnak azt hívják, hogy hány bites, tehát mondjuk, hogy 128 vagy 256. Annak a kis téglalapnak, ami, tehát az alsó nyílnak, ha úgy tetszik, nincs neve, azt is kapacitásnak fogom hívni, mert valahogy mégiscsak kell. A felső részt meg úgy hívják, hogy rate, ráta, és ott is a bit számot értik ez alatt általában. Én azt az egész, tehát a nyílat is úgy fogom hívni, hogy ráta, mert hogy ugye más neve nincsen neki. Ezzel kapcsolatban van a kérdés, hogy mehetek-e tovább. Akkor megyek tovább, jó? Mire jó ez? Mit lehet ezzel csinálni? Ez egy táblázatban összefoglalgattam, hogy mi mindent lehet ezzel megcsinálni. Gyakorlatilag mindent. Tehát ami nem block cipher, bár azért senkit nem érdekel, hogy block vagy milyen, de pont azt nem tud, illetve ami nem nyilvános kulcsú algoritmus, azt mindent tud. Például hash function, oly módon, hogy ami bemegy, tehát amit beetetünk az elején, az maga az üzenet, és aztán egy olyan padding, ami biztosítja azt, mert ugye mindig egész blokkokat kell betenni, tehát hogy nem tudjuk, hogy hol az utolsónak a vége, hanem egész, tehát valahogy muszáj jelezni, hogy meddig tart. Ezért van ez a 1-0-1, ami azt jelenti, hogy végre teszünk egy egyest, aztán addig nullát, amíg csak fér, és végre még egy egyest. És hogyha nincs már két bitnek hely, ugye a 0-csillag az azt jelenti, hogy a nullákat annyit írsz, amennyi befér, hanem fér be, egy csak akkor nem teszel, de legalább két egyesnek kell lenni, tehát hogyha nincs még két bitnyi hely abba a blokkba, ami az utolsó, akkor kénytelenek vagyunk egy egyest oda még beírni, és egy új blokkot kezdeni a többinek, vagy ha egy bit se fér be, akkor egy teljesen új blokkba írni bele az egész paddinget. Egyébként az utolsó egyesnek semmi jelentősége nincsen, az tényleg csak ilyen szépségeskedés, akkor hogyha többféle rátával használja az ember, hogy akkor is biztos, hogy ne legyen azonos kezdetű a hash, ami kijön belőle. Igazából nincs nagy jelentősége. Tehát ezt beetetjük, ugye beolvassuk a sponge-ba, és amit kinyomunk belőle, az a hash. Ez ilyen egyszerű. Nem tudom elmondjam, mert szerintem annyira nem érdekes, ennek utána tudtok nézni, nyilván, hogy mennyit lehet ilyenkor kiolvasni belőle, az azért összefügg a kapacitással. Akármint kell olvasni, csak nem lesz belőle nagyobb biztonsági szintet, ha egy hashről van szó. Tehát ha a hashnél mondjuk egy 128 bites biztonsági szintet célzol meg, akkor ugye ahhoz 256 bitnyi hash-t kell kiszedni, és ehhez 256 bit kell legyen legalább a kapacitás ahhoz, hogy ezt a 128 bites biztonsági szintet tudja. Ezt viszonylag könnyű kiszámolni, van rá képlet. Következő használati mód, pseudorandom véletlen számgenerátor. Ugye fogod az összes entrópiádat, ami csak van, tehát amit összegyűjtöttél innen vagy onnan, hardwareből vagy bármi, be a sponge-ba, és ha ezzel kész vagyunk, akkor onnantól kezdve olvassuk, ugye nyomjuk ki belőle a biteket, bármennyit, meg a bájtokat is akár. Olyan biztonsági szintje van, mint amennyi a kapacitásnak a fele, tehát hogyha 256 bites kapacitást választasz, akkor 128 bit security level-t fog jelenteni, magyarán aki vizsgálgatja az outputot, annak 2128-on számú műveletet kell elvégezni ahhoz, hogy meg tudja állapítani a belső, tehát a titkos belső állapotot. Vagy többet, de legalább annyit. Stream cipher, ez ugye ugyanaz, ha úgy tetszik, mert a stream cipher az egy random number generator, igaz? Csak az a különbség, hogy nem úgy hívjuk, hogy entropy, hanem úgy hívjuk, hogy ki, meg nem salt, hanem IV, most mindegy, igazából IV lenne helyes. Tehát van benne egy kulcs, meg egy IV, ugye stream cipher-eknél IV mindig kell, úgyhogy ez nem jelent semmit, és akkor ha ezt beolvastuk, akkor utána a streamet lehet kinyomni a szivacsból, és használni. Teljesen azonosan működik, hogy a biztonsági szint az a fele a kapacitásnak. Mac. Ugye meg máshol azért vannak ezek a bonyolult HMAC konstrukciók, mert az length extension etek van, itt nincsen, tehát ez olyan egyszerű, hogy be kell a kulcsot olvasni, mielőtt a magát a message-et beolvasnánk. Lényegében azonos, mint a hash följebb, csak plusz egy kulcs van előtte.
Ezt a kulcsot írhatnánk a végére is, teljesen nincs jelentősége. Mindenféle támadás ellen csak védett, tehát csak az lényeg, hogy legyen benne. És akkor, amit kinyomunk belőle, az a Message Authentication Code. Key Derivation Function. Ugye ez is világos dolog, van valamilyen adatunk, amiből szeretnénk egy kulcsot csinálni, ez lehet például egy Diffie-Hellman Key Exchange-nek az eredménye, vagy bármi egyéb, és ebből akarunk egy pseudorandom kulcsot csinálni, teljesen ugyanúgy működik, benyomod a, amit van, és a végén ki tud olvasni belőle a kulcsot. Illetve nyilván itt még annyit lehet, hogy ha több kulcsot akarsz, akkor domain szeparációval is ez mehet. Vagy kiolvastad a kulcsokat, igen? Vagy csak lehet, hogy hülye kérdés. A hash és a KDF között miért van az a különbség, hogy KDF-nél nem raksz utána egyet sok nullát? Igen, rakhatsz. Az attól függ, hogy mi ez a key material. Igen, az volt a kérdés, hogy miért nincsen paddelve a KDF. Az attól függ, hogy mi a key material. Ha tudod, hogy milyen hosszú, akkor nem kell. Akkor mondhatod azt, hogy a többi nulla. Ha nem tudod, hogy milyen hosszú, akkor ott is kell valamilyen módon megkülönböztetni azokat, ami ugye nullával folytatódna, vagy pedig nincs további része. Ez csak ennyi. Egyébként tekinthetjük úgy is, hogy a hash szempontjából a message-et sem kell paddelni, hanem az egy előzetes lépés, akkor viszont az az elvárás, hogy mindig blokk hosszú legyen az üzenet. És azt, hogy oldod meg, az a te gondod, és mi úgy oldjuk meg, hogy egy paddinget teszünk a végére. Jó, PBKDF, ez ugyanaz, mint a KDF, csak password alapú. Ugye itt, és itt már oda is szerepeltettem az 1-0 csillagot, a kedvedére előre tudtam, hogy ez fogod kérni. Ez nem az én ötletem egyébként, tegyük hozzá, hanem a Ketchup Team találta fel ezt is, ezt egy valamilyen előadásokban hallottam, de azóta se találtam ezt meg, pedig szerettem volna többször elmondani, majd remélem, ti megtaláljátok. Ugye addig, hogy beolvassuk a sót, a jelszót, a paddinget, ez világos, és utána kinyomjuk a kulcsot, ez is világos, ők azt tették hozzá, hogy még olvassunk utána nullákat, ameddig a szem ellát, és akkor minél több nullát olvasol utána, az ugye nem jelent semmit. Ha visszamegyünk, ugye itt az első részben, ha nézzetek az input részt, ugye ha ott nullákat dobok befelé, szóval nulla, az nem csinál semmit. Tehát lényegében, hogyha nullákat olvasok be végtelen sokan, akkor sem más nem csak, mint a Ketchup F permutációt alkalmazom egymás után és után és után. Minél többször, és akkor addig csinálom ezt, amíg úgy nem döntöttem, hogy már elég időt töltöttem vele, és így lehet egy CPU intenzív key derivation function csinálni. Hát semmiből nem különbözik, de miért akarnánk kiolvasni végtelen sokat? Na úgy értem, hogy most az elején betudok egy csomó nullát, az olyan, mint hogyha... Ja, értem, amit mondasz, tehát igen. 42-vel késleltetni magam. Az is jó lenne, tehát a másik megoldás az lenne, hogy a squeeze folyamatnál nem az első 128 bit a derivált kulcs, hanem a 626 milliomodik 128 bit. Ez teljesen mindegy, csak hogyha ugyanolyan megnézzük, hogyha kiolvasok belőle, tehát ha nem olvasok ki, mert hogyha kiolvasom és nem használom, az önt, ha nem olvasnám ki, igaz? Tehát nem csináltam semmit. Teljesen ugyanerről van szó, hogy akkor a második fázisban fog az történni, hogy a kifele nyílak azok a semmiben mutatnak, és majd az x-edik kifele nyíl az, amit el is teszünk, ami kell nekünk. Ugyanez az eset, hogy akár csak f permutációt fogjuk meghívni rengetegszer. Nyilván ezt egyébként, ha valaki implementál, így is fogja megcsinálni, tehát valószínűleg nem fog nulla buffert allokálni és azt tolni, vagy olvasni kifelé és nem foglalkozni vele, hanem akár csak f-et fogja csak hívogatni jó sokszor. Ez ugyanaz. Igen. Tud egy olyat is ez a Ketchup, hogy duplex construction, ami azt jelenti, hogy nincs két nagy fázis, hogy először befelé írunk, és aztán utána kiolvasunk, hanem felváltva. Tehát ugye azt lehet látni, hogy felső az input, egy blokkot beolvasok, utána Ketchup-F permutáció, és ami lett, azt kiolvasom. Rögtön utána minden permutáció nélkül ráolvasom a következő input blokkot, utána permutáció, és megint kiolvasok egyet. És ez a security proof, ami van hozzá, az erre is vonatkozik. Tehát ez ugyanolyan biztonságos. Valamint az összes kiolvasott blokk, az pseudorandom, az összes korábban beolvasott blokk függvényében. Ugye nyilván a később beolvasottól nem, az fura lenne. Ez egy nagyon érdekes konstrukció, nem tudom, hogy igen. Én a nyilakból nézve az a kis legutolsó tartalom érdekelne engem, amihez soha nem jönnek hozzá. Az ugye a kapacitás, az biztosítja azt, hogy nem lehet trükközni. Tehát amúgy tegyük föl, hogy például egy collision-t keresünk. Ugye ezt nem mondtam az előbb, mert ez igazából a bizonyítás a security proof-nak a része lenne, amit nem értek, amikor matematikus, de a lényeg valami olyasmi, ugye, hogy a többi részt ezt te kontrollálod. Tehát azt kell feltételezni, hogy minden az rossz indulatú ember kezében van. Tehát ha mondjuk egy collision-t keresek, akkor teljesen én döntöm el, hogy miket olvasok fel, csak az a lényeg, hogy egyszer valahogy be tudjam hozni az állapotot, ugye a state-et,
azonos, tehát hogy ugyanaz legyen két input után, és akkor onnantól kezdve bármit csinálhatok vele, mert ugyanaz lesz. És ugye ehhez például felhasználhatod azt, hogy az első blokkot valamire megválasztod, az mindegy, és a második blokkal, mivel XOR, ugye az a szinte az a be tud folyásolni, hogy mi legyen a második kör utáni végeredmény. De nem tudod befolyásolni, mert nem tudsz hozzányúlni a kapacitáshoz. És a kapacitásban, ha van 256 bit, akkor semmi esélyed nincsen találni egy olyan inputot, ami te általad várt outputba vezetne. Helyesebben szóval 228-on várható műveletszám után fogsz ilyet találni. És ugyanez van itt is, mert egyébként az előző ábrán itt is megvolt ez, ugye, ahogy mondtam, hogy alul a kapacitáshoz nem jutunk soha, és ezekben a üzemmódokban is ez mindig fennáll. Tehát a kapacitáshoz soha nem jutunk. Az kezdetben nulla, és utána csak a permutációtól kerülnek oda bitek. És itt is erről van szó. A maga a permutáció az 24-szer alkalmazza ugyanazt a belső függvényt, annyi különbséggel, hogy van benne egy konstans, ami mindegyik alkalommal különböző. Tehát különként van egy pici-pici eltérés, egy konstans eltérés van benne. Egyébként ez a 24, ez fölött emelve eredetileg 18 lett volna csak. És ez annyira túl van biztosítva, mert akkor menjünk ide vissza, ez egy érdekes kérdés, hogy ugye amire ez ki lett találva mondjuk elsőnek, tehát időben először, az egy hash function volt, ugye az SHA-3 competition, és ott a M az eleje, igaz? Tehát úgy kezdődik, hogy beolvassuk az üzenetet magát. Ez azt jelenti, hogy egy támadónak, aki mondjuk collision-t vagy preimage-et keres, teljes kontrollja van a fölött, hogy mi a bemenni adat. Viszont van egy csomó olyan üzemmód, amikor ez nincs így, például az összes keyed mód, amikor egy kulcssal kezdődik, tehát például egy Mac, vagy például mi van még, ami kulcsos stream cipher, ezeknél az üzemmódoknál ezek a támadási lehetősége sokkal korlátozottabbak, és ezért ott kidolgoztak kisebb ilyen round számú változatokat is. Tehát ott például az a mondás, hogy van olyan eset, amikor 3 ilyen repetíció elég, és nem kell 24. És aztán emiatt persze sokkal gyorsabb lesz. De akkor ezt minden egy esetben meg kell vizsgálni, tehát akkor úgy néz ki maga a folyamat, ez a sponge construction, ez úgy néz ki, hogy nem minden F ugyanolyan, tehát lesznek benne olyan F-ek, ami 24 körös, és lesznek benne olyan F-ek, amik meg kevesebbek. Attól függően, hogy az adott kontextusban mire van szükség. Ez nagyon érdekes dolgok egyébként, és ezzel, hát aki ért hozzá, az azt mondja, nagyon finoman tudja kontrollálni, és nagy-nagy sebességeket lehet vele elérni. Amúgy a ketchup nem olyan nagyon gyors. Tehát a több jelölt is az S3 competitionben sokkal gyorsabb nála. Ez azt hiszem 12,5 óraciklus per byte tud, míg mondjuk a Salsa, az meg 3 ciklus per byte, tehát 4-szer olyan gyors. Igen, ezt azért tettem ide, ez egyetlen semmi köze nincsen ez az előadáshoz, én annyira szeretem, hogy muszáj minden előadásba szerepelni ennek. Ez az Authenticated Encryption, ami egy körbe, Encryption és Authentication, mindenféle fancy varázslat nélkül. Na most itt, jaj, ezt igen, lehet, hogy megbántam ezt a döntésemet, itt egy kicsit kioptimalizáltam a nyilakat. Igazából ez nem más, mint egy duplex construction, amiben ugye beetetjük a plain textet folyamatosan, és ami kijön, tehát amit kiolvasunk belőle, azt pedig úgy használjuk, mint keystreamet, és XOR-ral az üzenetre rájuk. Hát egy stream cipher, ugye nyilván erről van szó. Csak hogyha megfigyeljük, akkor ki lehet egy kicsit optimalizálni a dolgot, mert hogyha ugyan kiolvasunk belőle, azt úgyis XOR-ral írjuk rá, és a message-et is ugye XOR-ral olvassuk be, akkor ugyanazt kapjuk. Tehát végeredményben a ciphertext, az pont azok a blokkok lesznek, amik a state-ben amúgy előállnak. Úgyhogy ezért egy kicsit átsorrendeztem. Amúgy nyilván a duplex construction-ben a squeeze az előbb van, és az absorb van később. Itt meg pont meg van cserélve, miért a kis trükk miatt. De ugye matematikailag ez ugyanaz. És amit a lényeg, tehát hogy keyt és egy nonce-t beolvasunk, és utána szépen a message blokkokat egyesével beolvassuk, és amit kiolvasunk, azzal pedig mint keystreamet használjuk. És a legvégén, amikor ezzel mind kész vagyunk, akkor ugye az történik, hogy ami most a state, az függ a message összes bitjétől. És emiatt ki lehet olvasni a végén még 128 bitet, vagy 256-at, amennyi tetszik, és az a Message Authentication kód. Ugye, és ezzel például már az, hogy lassú, azt egy kicsit ellensúlyoztuk is, hiszen nem kell külön Message Authentication csinálni, ami szintén óraciklusokat igényelne, igaz ugyan, hogy elég keveset, mert abból azért vannak nagyon gyors algoritmusok. De szerintem ezzel megyek tovább, mert ez igazából teljesen red herring itten. Csak azt akarom mutatni vele, hogy tulajdonképpen amit a kriptográfiától akarunk, azt a ketchup mind tudja egymaga. Marha jó, mert ugye ennyivel kevesebb kaput kell beépíteni az áramkörünkben, ennyivel kevesebb programkódot kell beletenni. Tehát ez egy nagyon előnyös dolog. Kérdés collision van, ilyenkor mutassak valakire? Nem, hogy a
mondjuk a GCM-vel szemben, aminél ugye szokták felhozni, hogy ott tök jó az is ilyet tud, viszont ilyen patent problémái vannak itt a Kecak esetében. Kecsaknál, nem technológiai kérdés. Igen, Kecsaknál semmilyen patent nincs, ők ezt a public domainbe tették. Saját, teljesen saját algoritmus, tehát mind a, ez a construction is az ő találmányuk, mind a permutáció az ő találmányuk, és nincsen, nem is lesz soha semmilyen patent. Hogy mondod azt magyarul? Mindegy. Szabadalom. Szabadalom, igen. Tehát szabadalom, tehát nem lesz rajta szabadalom. Jó, és az volt a kérdés, hogy ez egy általában igaz az encryption-nél, hogy csak úgy működik az encryption, hogy a key mellett még kell egy, és nem tudom, az egy random. Ez a stream cipherekre jellemző, mert ugye a stream cipherknél van egy kis probléma, hogy úgy keletkezik a ciphertexted, hogy szorolod a te üzenetedet a cipher streammel. Most, hogyha a cipher stream bármikor ugyanaz lenne, azt ugye nem tudod, hogy micsoda, de tudod, hogy ugyanaz a két esetben, akkor egyszer összekszorolsz két. Összekeveredtem-e? Mindjárt kiderül, hogy összekeveredtem-e. Összekszorolsz két ilyen cipher streamet, és amit kapsz belőle, ugye a két, tehát a cipher textet, és a két cipher stream, az kiütötte egymást, mert ugyanazok a byte-ok. És akkor megkapod a két üzenetnek a szorát. Ami lehet, hogy nem baj, mert lehet, hogy nem tudod attól még megfejteni az egyes byte-okat, de lehet, hogy baj. Hát tehát, ők egy LCD-vel kapcsolatos támadásokat ezen is tudod használni akkor. Azt nem tudom, mit értesz az LCB. Hát tehát, amikor LCB-vel használsz blokktitkosítót. Hát azért az elég durva lenne, igen. Biztos van, aki használja, igen. Egyébként meg lehet magyarázni mindent. Hát meg lehet magyarázni mindent. Én is hallottam ilyet, aki emellett érvelt, hogy az LCB azért nem olyan rossz. Nem, ja, hát olyan nagyon nem rossz, tehát nyilván, igen. Én tudok mondani rosszabbat is, tehát az nem kétséges. Igen, tehát az a stream cipher-eknél kötelező nonce, és ráadásul olyan nonce kell, hogy ugyanazt a key-t, ugyanazt a nonce-t nem használhatod két különböző üzenetnek a titkosítására. Mert akkor ott már ez a lehetőség van, hogy a két üzenetnek a szorát azt meg tudom kapni, és hogy ez most probléma, hogy nem az attól függ, hogy mi az adat. Nyilván, hogyha az egyikből tudom szinte az egészet, egy csomó esetben, hogy amit titkosítasz, annak a nagy része ismert. Tehát mit tudom, én úgy kezdődik a levél, hogy hello valaki, és akkor az első öt betű az megvan. És akkor a másik az már rögtön meg is van az első öt betűje, és ha az is hello, akkor mondjuk nem nyertem semmit, de ott lehet valami értelmes dolog is. Tehát ezt ilyet nem is kész. A legtöbb ilyen library ez nem is nagyon engedi, hogy ilyet csinálják, tehát ez a nonce. Ez véletlenszerű szokott lenni, kivéve például a szalszába, amelyikben nem lehet, mert 64 bites csak, és az kevés, tehát azt nem lehet véletlenszerűen csinálni, hanem ott egy sorszámot kell ilyenkor futtatnod. Ami kis probléma, de hát ez van, ennyi fér bele az 512 bites state-jébe a szalszának, a kecsak hatalmas nagy, úgyhogy bőven befér akármikor a nonce, tehát nyugodtan lehet véletlen 128 bites nonce-okkal menni. Mehetek-e tovább? És akkor eljutottunk a Gambitig. Az egész erre volt fölépítve, ugye ez a duplex construction, ugyanis a Gambit ez pontosan ez. Tehát ez egy Kecsak mode of operation, ami egy duplex construction. Teljesen hasonló ahhoz a sémához, amit ők alkottak, ugye, hogy egyszerűen nullákat kell beolvasni. Csak annyi különbsége, hogy nem nullákat olvasunk be. Ugye az eleje ugyanúgy indul. Show, jelszó, pad. És utána ugyanaz a folyamat megy, hogy szépen mennek a Kecsak effek szépen sorba. Csak az a különbség van, hogy kiolvasunk folyamatosan duplex módba a rátát teljes egészében, tehát az összes szót, ami benne van. Ezt valamilyen módon kiírjuk a RAM-ba, erről meg fogok beszélni, hogy hogyan. És utána még ugyanebben a körbe visszaolvasunk a RAM-ból, de más helyről, és azt viszont berakjuk a sponge-ba. És utána ez megy tovább. És az lesz majd a trükk, hogy ezt az írásolvasást úgy kell csinálni, hogy ezt ne lehessen optimalizálni, tehát ehhez sok memória kelljen. Ez van az elv. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Jó, ezt az írásolvasási mintát ezt majd mindjárt mondom. Még annyi trükk, igen, hogy hazudtam, mert itt úgy néz ki, mintha memóriában írás lenne, de igazából az XOR-ral történik. Ezt majd később fogjátok látni. Csak ezen az ábrán ez nem világos. Valami nem látszik esetleg a rajzon? Minden látszik. A végén mi van? Igen, azt akarom mondani, tehát hogyha ez meg van emésztve, a végén van egy érdekes konstrukció, hogy hirtelen ez a vonal eltűnt, ugye ami a rate lenne, tehát ami maga az adat. Ez ugye azt jelenti matematikailag, ha belegondolsz, vagy programozásilag, hogy nem xoroljuk a következő input blokkot, hanem egyszerűen fölülírjuk. Tehát elveszik az, ami a state-be benne volt, és helyette lesz az, ami az a bizonyos DKID, ami a Derived Key ID, tehát a leszármazhatott kulcsnak az azonosítója. Ezt mindjárt a következő szlájdon el fogom mondani, hogy ez miért jó nekünk. Jó? A természetesen a kapacitás ugyanúgy megy tovább, azt muszáj. Tehát, ugye az mindig van. És akkor ezek után a kulcsot kinyomjuk a sponge-ból, és kész vagyunk.
Na, azért ennél bonyolultabb lesz a dolog, mert persze nyilván nem mindegy, hogy ezt a memóriát hogy írjuk, illetve még ezt a DKID-t akkor elmondom. Hú, ez igen. Tehát ez az, amivel soha senkit nem tudok meggyőzni, mert ezek annyira lényegtelen pontoknak tűnnek, de hát úgy vagyok vele, hogy ha egyszer ingyen van jó formán, akkor miért ne csináljuk jól? Ugye nem csak egy ID-t akarunk esetleg leszármaztatni, hanem lehet, hogy többet is. Például lehet ez olyan, hogy ez egy disk encryption, és mondjuk minden egyes fájlt, azt egy külön kulcsa akarunk titkosítani, és az összes kulcsot a jelszóból akarjuk származtatni. Vagy például lehet ez egy olyan, hogy ez egy weboldal mondjuk, amin különböző jogosultságok vannak, és megint ahhoz különböző kulcsok kellenek esetleg, és azt megint csak a jelszóból akarjuk származtatni. Ez semmi akadály nincsen annak, hogy az ember akkor kinyomjon a sponge-ból 4 kilobájtot, és akkor kinevezze az első 128 bitet ilyen kulcsnak, a másodikat olyannak, csak akkor ez azt jelenti, hogy innentől kezdve egyeztetgetni kell mindenkivel, hogy honnan kiolvas. Nem szabad ugyanannan olvasni a két embernek, mert két kulcs nem biztos, hogy megegyezhet. Igaz, lehet, hogy követelmény, hogy ne legyen felhasználva újra. Például egy csomó message authentication algoritmusnál ez fontos, hogy nem szabad újra felhasználni, vagy nem szabad két különböző helyen felhasználni. És akkor ezzel bohockodni kell, így most a DKID az egy hatalmas nagy 1000 bitnél nagyobb valami, azt ki lehet osztani. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy minden egy cégben, mondjuk ez a osztály, ez a 1-es vagy 1-0-0 kezdetőket osztogathatja. A tiéd az 1-0-1 kezdető, és így tovább. Tehát nagyon könnyű megegyezni, sőt, akár egy véletlen szám is lehet. Mondhatja azt, hogy mindenki úgy csinál magának egy kulcsazonosítót, hogy generál egy 128-as véletlen számot, az soha az életben nem fog egyezni senkivel, és most van neki egy saját azonosítója, és nem kell megegyezni senkivel. Tehát ez egy praktikus. A másik, session key, ugye inkább mondom előbb, tehát a session key funkció az lenne, hogy mondjuk egy weboldalon vagyunk, ugye a jelszóval azonosította a fickót, és utána az egész web session alatt ő sok mindent csinál, később is. Ez alatt ugye úgy szokás, hogy van valamilyen azonosítója neki, ami alapján ugye nem kérünk jelszót minden alkalommal, és ebből lehet, hogy további kulcsokat akarunk majd deriválgatni. És ezt el kell tenni, tehát azt a valamit, amiből deriválunk. És hogyha ezt a DKID-s rendszert így bevezetjük, akkor ugye azt történik, azt lehet csinálni, hogy a legutolsó, tehát a DKID előtti állapotot, azt elmentjük. Ugye, és minden alkalommal, amikor egy új kulcsot akarunk generálni, akkor egyszerűen előállítjuk azt az állapotot. Megint elővesszük valahonnan, beolvassuk a DKID-t, kiolvassuk a kulcsot. És hogyha a DKID-t fölülíró módba olvassuk bele, akkor nem kell az egész állapotot elmenteni, hanem csak a kapacitást. Ugye, és az azért nem mindegy, mondjuk egy webszervernél, ami Google vagy 100 millió ember használja, hogy 200 bájtot kell elmenteni, vagy 32-t. Úgyhogy ezzel a kis trükkel meg lehet oldani azt, hogy az a kapacitás rész, ami tovább megy alul, az az egy nyíl, az egyben a session key is tud lenni. Azt kell tárolni, és abból bármennyi kulcsot lehet előállni, annélkül, hogy a jelszót egyetlen tároltuk volna, vagy ezen a költséges folyamaton végig kéne menni még egyszer. És az, hogy megsemmisítjük a state-et, az meg külön jó, mert ugye a ketchup-f az egy permutáció. Most, hogy ezt az egész szkémát visszafelé lehet-e futtatni, hát az egy nyitott kérdés, valószínűleg nem, mert a memóriát ugye nem tudod, az nem lesz elrakva, az ki lesz nullázva utána. De azért jobb a biztonság. Hát én úgy vagyok vele, hogy a fene ki tudja, hogy ki lehet-e találni valami trükköt, hogy hogyan lehetne ezt mégis visszafelé futtatni. A ketchup-f-en nem fog múlni, mert azt lehet visszafelé futtatni, ugye, mert az permutáció. Úgyhogy ezért nagyon jó ötlet az, hogy ahogy befejeztük ezt a költséges részt, ugye a stretchinget, abban a pillanatban kitöröljük a state-nek a nagy részét, és akkor onnantól kezdve nem lehet visszafelé futatni, nincs meg. Tehát ez egy biztonsági dolog, ugye van is egy olyan irányelv, hogy a titkos információkat célszerű minél hamarabb törölni, hát ennél hamarabb nincs, hogy ahogy kész van, abban a pillanatban törlöm a nagy részét, ugye 80%-át, és akkor ezzel a biztonság is megnövekedett. És még egy utolsó érdekes dolog, a server relief, ugye fölmerült egy olyan kérdés, hogyha költségessé tesszük a hash-elést, akkor a szerverek ugye össze fogják rosálni magukat, mert a Google képtelen lesz 5000 felhasználót azonosítani másodpercenként, mint amit most meg tud tenni, és akkor volt egy olyan ötlet, hogy át kell vinni ezt az egészet a kliens oldalra. A kliens oldalra viszont nem olyan triviális átvinni, mert hogyha én előállítom a hash-t, ugye, majd beküldöm a szervernek, hogy nesze itt a hash, akkor ha valaki elopja az adatbázist a szerverről, és neki megvan a hash, akkor nekem kell ezt megcsinálni, és csak beküldi a hash-t. Tehát kell, hogy valamit a szerver is csináljon vele. Ezt úgy szokták, hogy még egy lépést csinál utólag. Tehát nem a hash, nem azt tárolja, amit én beküldtem, hanem annak még a hash-ét. Ugye az már elég pseudorandom, tehát ott már 256 vagy 128 bites keresőtér van, azt nem lehet brute force-szal visszafordítani. És a kliens oldalon pedig, amit ő beküld, abból szintén a jelszót nehéz előállítani. Azt meg azért, mert az meg időigényes. Na és ezt úgy lehet ezzel könnyen megcsinálni, ugye, hogy a utolsó lépést azt a szerver csinálja, az összes többit meg a kliens. Tehát magyarán ezt a kapacitást, ami a session key, ugye amit ezelőbb azt mondtam, hogy az a session key, azt küldöd be. És ugye akkor a szerver hozzátesz még annyit, hogy én beolvasom mondjuk egy 000 DKID-t, az lesz az autentikátornak az azonosítója,
amit kinyom belőle, az az autentikátor, és összehasonlítja sajátjával. Tehát a támadó nem fog tudni előállítani egy olyan kapacitást, amiből te a nullát importálva, tehát a nullát beletéve azt az autentikációs kódot fogod tudni kiolvasni, és viszont a kliens oldalon, ha támad, tehát ha a kapacitást lopja el, akkor meg abból nem fog tudni jelszót csinálni. Úgyhogy... Kerberos ki lehetne egy újat fejleszteni, nem? Hát akkor a következő lépés a Kerberos 2, nem is tudom, nem 2.0, mert az már rég volt, nem? Hanem Kerberos nem tudom mi, Kerberos B lesz. Jó, tehát ezek az én érveim, hogy miért jó ez az utolsó lépés. Egyébként el lehet hagyni. Tehát ha valakinek nem tetszik, akkor annyi a dolog, hogy nullának definiálja, és kész. És akkor van egy plusz egy catch a kef a végén, az csak nem fog már zavarni senkit. Na, az írás olvasa sorrendje, ez egy teljesen fölösleges expozíció lesz, ami azt próbálja leplezni, hogy semmiféle bizonyítékon nincsen arra, hogy ezt nem lehet sokkal hatékonyabban megcsinálni. Tehát, hogy ez nem törhető valahogy nagyon triviális módon. Sajnos nem vagyok matematikus, úgyhogy nem sikerült ezt nekem bebizonyítani. Az első, ja igen, hogy itt most egy kis expozíciósak az elején, hogy miről van szó. Azt találtam ki az egyszerűség kedvéért, hogy minden, tehát a pattern úgy fog kinézni, hogy ahogy állítjuk elő a szavakat, mindegy, hogy ez mekkora, tehát ez definiálható, hogy 64 bit, vagy 112 bit, mindegy, valamilyen kis blokkokat, azokat egy memória területre úgy fogjuk kiírni, hogy a ijedik ugye, lépésben az MI indexi memóriába fogunk írni, és az MI, ami a kérdéses, hogy mi legyen az a J, hogy függjön az I-től, MI pozícióra fogunk olvasni, és ez valami módon ugye, tehát moduló legyen, tehát nyilván nem fogunk, tehát túlindexelni nem lehet. Igen, és akkor még az az érdekesség van, hogy ha az jön neki valahogy, hogy egy olyan indexről olvasunk, ahova még nem írtunk, akkor az azt jelenti, hogy az előző körbe odaírtat fogjuk kiolvasni, tehát ez nem probléma. Ugye, mert mindegyik többször át lesz majd írva, ez majd ki fog derülni. Az, hogy ez biztonságos legyen, egy bármilyen ilyen fix írású dolog, az egyrészt, hogy legalább annyit kell írni, amennyi van, tehát ha nem írunk annyit, amennyi van, akkor minek van annyi. És hogyha tele is írtuk, akkor nem ártana mindegyiket ki is olvasni, ugye? Mert ha nem olvastuk, akkor megint minek írjuk ki. És ezt nem ártana többször megtenni, hogy minden, amit írtunk, az is ki legyen olvasva ténylegesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha osztoroz az ember, legalább kétszer telek. Tehát legalább kétszer annyi ideig kell tartani az egésznek, mint ahány memóriára kesz van. Jó, szerintem ezt nem sikerült értelmesen elmondanom, de nem majd látjátok, hogy miről van szó. Igen? Az jutott eszembe, hogy az MI, véletlenül azonos az MI-re, akkor az egy cache-ből fogja visszaolvasni. Így van, lesz is ilyen. Gyorsan lesz. Lesz is ilyen, mert úgy gondoltam, hogy az egyszerűség az fontosabb, mint az, hogy egy olvasással többet csináljunk. És ezért az mindjárt a legelső olvasás az olyan lesz, majd ha megnézed az algoritmusban, hogy amit kiír a szabadpillanatban vissza is olvassa, ugyanoda vissza is teszi a state-be, tehát az ki is nulláza, mert szorja maga az nulla. De ez nem igazán érdekes, mert majd az összes többi az meg jó helyre megy. Jó, csak egy sidechain-el támadáshoz nem lehet. De föl lehet, de ja, ahhoz nem lehet. Hogy is van ez? Igen, azt mondta, hogy föl lehet-e használni hozzá. Azért nem lehet felhasználni, mert ez minden esetben ugyanígy történik. Tehát nem függ attól, hogy mi a titkos információ. Tehát ez egy fix pattern, ez pontosan tudom, hogy az első ilyen lesz, pontosan tudom, hogy a ennedik ilyen lesz, vagy nem pont az ennedik, attól függ, hogy a számok, hogy jönnek ki, és így tovább. Tehát ezt előre meg tudom mondani, nem baj, ha valaki megfigyeli, mert nem titkos. Tehát akkor erre ez a válasz. Ezek az összes ilyen naív módszerek, amiket fogok mondani, ez most arra lesz jó, hogy érzékeltessem, hogy mi volt a gondolatmenetem, ami eljutott ide. Tehát nem bizonyíték, csak gondolatmenet. Mi van akkor egyszerűen azt csináljuk, hogy a lemaradva M-mel írunk bele. Tehát van a N elemű tömbünk van, mindig az I-edikbe írunk, és az I-M-ből olvasunk, ugye, ami le van maradva M-mel mögött, és akkor gondolnánk, hogy ugye M memóriát kell tárolni, vagy M számot, de nem. Ja igen, és akkor bevezessük be a kort, hogy a kor ebben az esetben az lenne, hogy amikor kiolvasunk egy blokkot, akkor az az érték, ami most ott van, az mikor került bele. Igaz? Tehát ha a századik írásnál beleírok, vagyis hogy a századik írásnál olvasok belőle, és az a 72-be került bele, akkor 28 éves, nem éves, hanem 28 a kora neki. Ezt bevezettem, ezt a kort, és akkor ebből az látszik, hogy itt minden olvasásnál a kor az ugye M lesz. Mert minden alkalommal ugye, amit az I-edik körbe kiolvasok, azt az I-M körbe írtam bele, tehát akkor az mindig M, és ezt triviálisan meg lehet ugye törni oly módon, hogy két példányt indítok be a számításból, az egyik le van maradva M-mel, és akkor az egyik pont az köpi ki mindig, amit a másik fel akar használni. Most a másiknak is kell ugye egy M-mel, tehát akkor bentok még egyet, ami még M-mel le van maradva, nem gond, de lényeg az, hogy így nem kell, gyakorlatilag nem kell RAM egyáltalán, tehát nem kell tárolni semmit, hanem csak futtatom a különböző példányokat. Ugye CPU-ban valamivel több, de viszont RAM-ban meg nulla, tehát ez egy nyilvánvaló törés, tehát ez nagyon, nagyon olcsó megoldás lesz. Tudja, nyilván nem jó ez a módszer. Nagy módszer 2, ez ugyanaz, csak két M van, és felváltva innen-onnan olvasunk.
Ugye az fog történni, hogy a kor az vagy M1 vagy M2. Mit lehet csinálni? Hát két párhuzamos példányt fogunk futtatni, az egyiket M1-jel, a másikat M2-vel lemaradtatva, és akkor megint ugyanott vagyunk. Hát ebből az a gondolata támad az embernek, hogy az a jó, hogyha a kora az adatnak az minél változékonyabb. Ugye, tehát nem legyen egyféle, legyen kétféle, hanem legyen sokféle. Minél többféle, annál jobb nekünk. Következő naív módszer. Most legyen az, hogy a memória szlotok száma az páratlan. És lépkedjünk rajta kettesével az olvasásba. Azért kell, hogy páratlan legyen, mert ha páros lenne és kettesével lépkednénk, akkor felét nem olvasnánk ki, mert ugye csak a párosokon mennénk végig. Tehát muszáj páratlan legyen, ez egy kicsit szokatlan, angolul ugye odd, tehát ez viszonylag odd, hogy az ember páratlan számú memóriát választ, de ez jobb lesz megszokni, mert ez is a végeredmény, tehát tényleg páratlan kell majd. És akkor ugye itt az történik, hogy a k, a kor, az minden értéket fölvesz, amit csak lehet, 0-tól n-1-ig, hogyha páratlan az n. Viszont ezt is meg lehet törni triviálisan, ugyanis indítok egy párhuzamos példányt, amit mindig kettővel léptetek, miközben a sajátomat egyel. Ezt ugye le fog haladni engem, de nem gond, mert akkor közben eltettem az eredeti állapotot, és amikor visszamennék, akkor beindítom a másikat. Tehát egy kettő fut velem szembe, és jó gyorsan, kétszer sebességgel. Tehát ezt is gyakorlatilag RAM nélkül meg lehet csinálni. Noha egy kicsit nagyobb CPU igénye van. Hát ebből meg azt a következtetést mondtam le, hogy valahogy nem szabad előrefele lassan menni, hanem mondjuk például visszafele kell menni. Mert ha visszafele megy az ember, akkor ugye ezt nem lehet megcsinálni. Helyesebben erre majd ki fogok térni, hogy mégiscsak, de ilyen triviálisan azért nem. Tehát az a jó, hogyha ilyen ugrálásokat csinálunk, akkor minden nagyobbakat ugráljunk előre. Mert akkor kell ugye minél többet pörgetni az esetleges ilyen háttérbe futó másodpéldányokon. Praktikusan az már nem lesz jó. Az első közelítés ebből a kettőből összeadva az, hogy mínusz i. Ugye a mínusz i, ez moduló n-nél, az ugye azt jelenti gyakorlatilag, hogy n-1-eket lépegetünk. Tehát miközben az írás az előrefele megy, közben az olvasás meg visszafele megy. Megint, hogyha úgy választjuk meg, hogy páratlan legyen az összes memóriablok száma, akkor ezek el fognak menni pont egymás mellett, tehát nem fog a k ismétlődni, az összes k különböző lesz, szépen 0-tól n-1-ig. Viszont van vele egy kis probléma, hogy a ketchup f az olyan aljas, hogy azt visszafelé is lehet futtatni, nem csak előre. Igaz ugyan, hogy sokkal költségesebb visszafelé futtatni, mert az nem volt szempont, hogy mint egy blokkciphernél, ugye, hogy az inverz az lényegében ugyanaz majdnem. A ketchupnál az nem igaz, a ketchupnál a inverz megkapása az egyenleteket kell megoldani. Tehát nem olyan triviális, de meg lehet csinálni. Fogalmam is, hogy mennyivel több erőfeszítés kell hozzá, de meg lehet csinálni. És ennél fogva itt egyszerűen az lesz a törés, ugye, hogy csinálok egy visszafele futó példányt, és akkor megint csak nem kell RAM. És itt most ugye feltételeztem, hogy ugye mennyivel több CPU kell, hát annyival több, amennyivel többbe kerül visszafele futtatni. Az nem tudom mennyi, ezt a varázsszámot találtam ki, hogy 100. Fogalmam is, hogy mennyi. Szóval meg kéne kérdezni tőlük, csak még nem volt pofám hozzá. De majd egy e-mailt lehet, hogy megér. Lehet, hogy nem is tudják egyébként. Katena, nem tudom, hallottatok-e róla? Ez a egyik indulója. Ó, igen, akkor hallottatok róla. Tehát a Katena az egyik induló a versenyben. Ők azt találták erre ki, hogy egy ilyen bit reversal function találtak ki, ami annyiból áll, hogy fogod a biteket egy számba, és megfordítod. Ugye, ami eddig a MSB volt, az most az LSB lesz, és így tovább. Ezt persze csak akkor lehet megcsinálni, hogyha ez a bizonyos N, ez kettőnek a hatványa, mert különben olyan számok fognak előállni, ami nincs is benne a tömbben. De hogyha ezt így csinálod, akkor ez egy működő módszer. Ennek az a tulajdonság ennek a függvénynek, hogy nagyon össze-vissza ugrá. Tehát, amilyen hogy mondjam, csak nincs benne igazán semmilyen tendencia, hanem olyan nagyon szét van osztva az egész tömbre. Két, igen, menjünk sorba. Tehát akkor ugye így néz neki, hogy ez a bitreverzál mínusz i lényegében a k. És ez elég sok, ezt én megcsináltam egy kis programkát, ami kiragadta, nagyon sokféle értéket fölvesz, mondjuk felét a lehetségességen, nem az összeset. Tehát végül is nem rossz, elég sok k van benne, tehát az én elvem szerint is ez egy működő dolog lehetne. A bajok a következők, így növekvő sorrendben, hogy szoftverben nem túl jó, ilyen bitreverzel csinálni CPU-n meg lehet csinálni, néhány csere, meg néhány szor, meg shift, de ez nem szép. Kettő az n-ediken RAM kell hozzá, tehát nem lehet finoman beosztani. És hát a fő baj az vele, hogy ez broken. Dimitri Kovratovics kitalált egy módszert rá, hogy kell triviálisan, nagyon kevés memóriával és nagyon gyorsan megcsinálni. Annak ellenére, hogy nekik volt egyedül bizonyítékuk arra, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Láthatóan ez a bizonyíték, ez valószínűleg hibás. Nem tudném még, hogy mi a hiba vele, azt nem olvastam, hogy megtalálták volna, de sajnos nem jó, tehát ez elhullott, hogy úgy mondjam. Azóta előálltak egy újabb ötlettel, amely bonyolultabb, ilyen függvény, ők ezt gráfokkal csinálják,
Csak hát az nem indulhat viszont a versenybe, mert már késő van hozzá. Úgyhogy ez szerencsétlenül jött össze nekik ez a szituáció. Kár pedig, mert nekem tetszett, tehát egy nagyon érdekes algoritmus. Ez meg az én ötletem, a Gambit. Ugye lényegében az eddigiek alapján működik. Egy F szorzóval fogunk lépkedni, tehát hogy a kettő az nem volt jó szorzónak, a kétszer I az nem vált be, a mínusz I az megint csak nem vált be, hát akkor F-szer I lesz, és az F-et ügyesen kell megválasztani, oly módon, hogy egyrészt, és sajnos nem tudom most itt röviden összefoglalni, hogy miért, de az a két kritérium valamit fölül van, hogy ne legyen közös osztója az F-nek és az N-nek. Mondjuk ez könnyű megmagyarázni, mert ha lenne, akkor ugye azt történne, hogy önmagában érne körbe, tehát nem olvasná az összeset. És az F-1-nek és az N-nek se legyen közös osztója, és ebből az fog következni, hogy a K, tehát a kor, a kiolvasás és az írás között, az az összes létező értéket fel fogja venni. Ebből az következik egyébként mellesleg, hogy az N az páratlan kell, hogy legyen, mert különben nem lehetne mind a két feltétel egyszerre igaz. És még az a kritériumunk van az F-re, hogy közel legyen az N-hez. De ne nagyon közel, méghozzá annyira legyen közel, amit itt írtam, hogy körülbelül az 1%, körülbelül a 99%-a legyen az N-nek, és akkor fog az megtörténni, hogy a előrefutó kecsak F, és a hátrafele futó kecsak F, az körülbelül ugyanolyan költséges, mint a kettő, mert ugye hátrafele kevesebbet kell menni, ugye csak 0,01 enneket kell lépegetni visszafelé, viszont az több költséges, mert a kecsak F-et nehéz megfordítani, előre menni meg sokat kell. Hát ezzel próbáltam optimalizálni azt, hogy mind a kettő ellen ugyanolyan erős védelmünk legyen. Törés van-e? Nyitott kérdés, remélem, hogy nincs, de nem ártana valami bizonyítékot fölszedni, hogy mi van. Ez egy nagyon gyönyörű kis ábra, nem tudom, mennyi látszik belőle. Ez körülbelül azt akarja jelképezni, hogy néz ki ez a memory access pattern, tehát az írásolvasás hogy működik, de az idő megy ugye jobbra, és a state maga egy oszlop. És akkor ugye azt történik, hogy az első pillanatban, tehát az első kiírt szó, az a nullás indexre megy, ugye ezt a piros mutatja, a második az egyre, és a többi is szépen egyesével megy lefele, ezért megy jobbra lefele az a piros ferde vonal, és a kék pedig az olvasást jelképezi, ami, hát ugye, ha így definiáljuk ilyen egyszerűen, akkor a I egyenlő nullánál a J is nulla. Tehát mindjárt itt van a válasz a kérdésedre, hogy mi van, ha ugyanazt olvassuk. Mindjárt a legelsőnél pont az fog történni. Tehát amikor kiírjuk a nullás pozíciót, akkor rögtön vissza is olvassuk, aminek ugye sok értelme nincsen. Majd ezt beolvassuk a SpongeBob szóra, tehát kinullázzuk az első szót lényegében. Tehát ez az első művelet, aminek közel sincsen semmi értelme, de viszont ettől egyszerűbb lett ez az összefüggés. És azt gondolom, hogy ez ér annyit, hogy ne bajlódjunk azzal. Lehetne csinálni olyat is, hogy sose olvassuk ugyanazt, hanem mindig mást. De akkor ez az összefüggés annyival bonyolultabb lenne. Tehát mi az első, ami nem látszik a képen, mert olyan pici, hogy a bal felső sorokban az egy piros-kék pötty. Tehát a piros is, meg kék is, mert rögtön visszaolvastuk, de onnantól kezdve viszont szépen látszik, hogy másokat olvasunk. És akkor itt most nem tudom, hogy tudnék mutogatni valószínűleg sehogy, hogy a videón is látszon, tehát kénytelen vagyok szóban, hogy ugye a kék az fölfele lépked valahányanként, ez ugye attól függ, hogy az F minusz N az mennyi, itt most éppen valamennyi, 4 talán, és ahogy körbeértünk, ugye visszafordulunk, és ez látszik az a kék, ahogy megy ferdén fölfelé, és akkor lehet látni, most úgy választottam direkt meg, hogy ezek össze is találkoznak viszonylag hamar, ez nem volna muszáj, tehát ez attól függ, hogy mekkora a state, és mekkora ez a lépkedés. Illetve, hogy mekkora, nem, attól nem függ. Jó, még vannak azok a vastag vonalak, az annyit érdemes tudni, hogy az a egy state-be beférő szavak száma, ugye egy state-ből több szót is ki tudunk olvasni, ez eldöntés kérdése, megtehetjük azt, hogy a state-ből, amit kiolvasunk, ugye egy rátányi mennyiséget, azt egy blokkba írjuk ki a RAM-ba, megtehetjük azt is, hogy felosztjuk valamennyire is darabonként. Én úgy implementáltam, és úgy is javaslom, hogy 64 bitenként, tehát 64 bites szavak legyenek, mert miért ne? Mondjuk azért, mert így akkor elég sok részre szétesik, mert elég sok összefüggés lesz a visszafele hivatkozásokban, és a 64 bit az viszonylag kényelmes egy számítógépnek. Amit most érdekes, az azt lehet megfigyelni, hogy ha azt akarjuk megállapítani, hogy egy bizonyos state, az melyik előző state-ektől függ, azt úgy tudnánk megtenni, hogy fogjuk azt a függőleges, igen, vannak benne ilyen vastagabb csíkok, az mutatja azt, hogy hol vannak a state-nek a határait, tehát hol van az egyszerre kiolvasott szavaknak a száma, vagy a összessége. Akkor fognál egy ilyet, megfogod a kék pöttyöket, ami benne van, és szépen balra elhúzod, és ahol metszi a pirosat, onnan olvas, tehát abban a körben lett kiírva. Tehát lehet látni, hogy így visszafelé hivatkozik, és valami bonyolult mintázat szerint. Igen? Bocsánat, nem tudom megállni közben a szóját. Látszik, hogy a két pöttyök kezdetén olyan memóriákat így van. Lehetenek, ami még nem volt írva. Így van. Így van. És sőt, tehát az azt jelenti... Akkor ez nagyon sok esetben fog
Bizony. Bizony. Tehát a kérdés az volt, hogy mi van azokkal a kék pöttyökkel, amik még soha láttak pirosat, tehát olyan helyről olvasnak, ahol még nem volt korábban piros, tehát nem volt írva semmi, ott ugye az inicializált nulla van, ezeket el lehetne hagyni egy optimalizált implementációban, nincs rájuk szükség. Illetve van egy másik oldal ugyanennek a képletnek, hogy mi van azokkal a pirosakkal, amik a legutolsó kék után írnak. Mert az ugyan kiírja a RAM-ba, de soha senki nem fogja kiolvasni onnan. Tehát az is fölösleges. Ez így van, és ez azt jelenti, hogy pontosan az első N írásnak a fele lesz olyan, amikor olyasmit olvasunk, ami nulla, tehát fölösleges olvasni, és pontosan az utolsó N írásnak a fele lesz olyan, amit kiírunk ugyan, de minek. Ez függ a memória méretétől is. Meg a memória méret is... Igazad van, nem az, de pont az N a memória méret, igen, azt mondom. Tehát ha kicsi a memóriám, akkor nagyon sokszor kereszt a ciklus futtatni, fordítva, igen, fordítva, tehát hogyha nagy az állapotom relatíve, vagyis hogy nagy a memória méret, relatíve ahhoz képest, hogy hányszor akarom ezt megcsinálni. Akkor lesz ez probléma, ezért van egy olyan kritérium, egy olyan mondjuk úgy, hogy szabály, ez egy önkényes szabály, hogy azt írtam elő, hogy legalább 4-szer tele kell írni az egészet. És akkor ugye azt történik, hogy a 4 teleírásból az elsőnek a fele az, ami nem csinál semmit, az utolsónak a fele az, ami nem csinál semmit, és a köztes 2 az meg azt nem lehet megspórolni. És akkor így, hogyha egyébként ez egy támadási lehetőség is, mert meg lehet azt csinálni, hogy ahogy szabadulnak fel a memóriára keszek, azt már én elindítom a következő password hash-et rajta. Igaz, ugyanis ez nem lesz olyan egyszerű, ugye, mert ezek nem egy blogba szabadulnak fel, hanem össze-vissza. De hát, hogyha van egy jó kis permutáció, tehát van egy valami előtét áramkör, ami ezt a permutációt megcsinálja, akkor már tudom ezeket használni. És akkor így ugye az történik kvázi, mintha ilyen ferdén lennének ezek, amikor most egymás alatt tudom őket így csúsztatni. De ezzel 25%-ot tudok nyerni, hogyha legalább 4 teljes végigírás van benne. Ezek egyébként elkerülhetetlenek. Tehát, hogyha a pattern fix, tehát mindig ugyanazokat írom és olvasom, akkor valószínűleg ezt nem lehet kikerülni. Egyébként, hogyha ki lehet, akkor meg jelezzétek rögtön, mert érdekel. Ebből semmi az éget a világon szerintem nem látszik, de tulajdonképpen látszik. Nem tudom, hogy ez mennyire érdekes, de csak azt akarom ezzel bemutatni tulajdonképpen, hogy mennyire egyszerű is ez az egész. Tehát, hogy ugye, mert más dolog látni a algoritmus, meg más dolog a matematikát látni. Ez a pseudokód része, tehát ez még mindig nem az igazi implementáció. Amire fölülne benne a figyelmet, hát egyrészt az, hogy mennyire egyszerű. Ugye itt nincs benne nyilván a csak F, tehát az csak meg van hívva, az itt nincs leírva, hogy hogy néz ki. Hát az egy szokásos táblázatszerű program, tehát tele van rotációkkal, meg ilyenekkel. Ugye az elején látunk egy abszorbot, ahol a sorszor többi beolvasodik, utána egy nagy kettős loop, két darab tömb, kiolvasunk, telepakoljuk vele memóriát, visszaolvassuk, kész. Tehát az egész borzasztó egyszerű. Két újdonság van benne, hogyha mehetek tovább. Az egyik, hogy miért ne alapon. Tehát ha már egyszer olyan könnyű, akkor miért ne csináljunk egy olyat, hogy amikor kiírjuk ezt a szót a tömbbe, akkor csinálunk vele előtte valamit. Ott van az a transz nevezeti függvény, amivel bármit csinálhatunk vele. Ugye nincs jelentősége, teljesen mindegy, mit csinálunk vele, mert nekünk a kapacitás biztosítja, azért nem mindegy, mert nullát nyilván elszavazzuk meg nullával persze, de hogyha hogy kb. Az információ nagy részét megtartja, akkor nem nagyon fontos, mert nekünk a kapacitás biztosítja az összes security-t és mindent. Tehát ezzel lehet például játszani, hogy az a transz az lehet egy integer valamilyen művelet, mondjuk egy szorzás vagy egy osztás, leginkább mondjuk egy szorzás és utána egy osztás egy prímszámmal, ugye, és akkor ez egy permutáció lesz. Ami azt jelenti, hogy információt nem vesztünk vele, nem mintha érdekes lenne, mert nyugodtan veszíthetünk is. De akkor ez azt jelenti, hogy bele tudtunk tenni egy kis integer aritmetikát is, hogyha valaki azzal szeretné védekezni, tehát azzal szeretné a támadó dolgát nehezíteni. Vagy ha valakinek tényleg az a szívügy, akkor színuszt is tett bele. És akkor itt most lehet az, hogy mi átkonvertáljuk ezt double-re, és akkor a színuszát írjuk ki. Hát én ezt nem tudnám ajánlani, de ha valakinek ez a nagy ötlet, akkor tessék. Tehát van egy ilyen lehetőség, hogy itt szabadon lehet egy valamilyen ilyen egyéb nehézséget belecsempészni. Illetve van egy másik piros rész, az, hogy amikor visszaírjuk a sponge-ba, a memóriából kiolvasva, akkor ott egy hatalmas tömbbel, ami egy konstans tömbnek a megfelelő indexelemével összegszoroljuk, és akkor azt történik, hogy van egy romunk, ami adott, lehetőleg pseudorandom, és azt is kvázi bele inkorporáljuk, ilyen szó nincsen, de most már van a végeredményben, akkor ezzel lehet csinálni olyat például, hogy van egy have faktorod az autentikációban, tehát van egy fájlod lepakolva valahova, és az a fájl kell hozzá, hogy ezt a végeredményt meg tudjad kapni. Ráadásul ez a fájl ez lehet nagy, olyan nagy, hogy nagyobb igazából, mint a RAM, amit használ, méghozzá ugye, hát annyi lehet, mint a
mint az összes ketchup-f permutáció eredményeként elálló összes rét. Azoknak az összege, akkor a romot lehet beleolvasni ebbe a végeredménybe, ami nem mondjuk egyébként nem olyan nagy, tehát 100 meg a nagyságrendű, de az már talán olyan, hogy mégse lehet csak úgy, mint tudom, e-mailbe elküldeni, vagy én nem tudom mi, vagy megjegyezni, vagy valami. Egyébként simán el lehet, de nem baj, tehát ez a 100 meg az ma már nem véd senkit. De ez is egy olyan lehetőség, hogy és akkor mi van, oda van írva egy szor, ha nem kell, nem kell, tehát költsége nincsen, viszont ad egy ilyen lehetőséget, hogy még egy romot is. Ja, és még egy érdekesség, hogy ez a rom viszont a támadó dolgát megnehezítheti, hogyha ő ugye, mert neki el kell küldeni ezt mindenhol. Tehát, hogyha ez egy botnet, akkor azt le kell telepíteni a gépekre, hogyha ez egy hardware, akkor bele kell ezt a romot valahova tennie oda. Ráadásul úgy, hogy párhuzamosan mondjuk sok ezer CPU tudja olvasni ezt a romot, nem tudom, milyen romok vannak egyáltalán, ezt jobban tudjátok. Szóval ez mindesetre gáz, tehát hogyha valaki ez, akkor persze az is probléma ezzel, hogy magadról is kiszúrtál nyilván, tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy fájlnak kell lenni, ha elveszítesz, akkor... Csak gyorsan. Nézem, gyorsan bemenő paraméterek, látom, hogy a T az integráció. Igen, tehát a bemenő paraméter nyilván a jelszó. Nem meg a memóriát? Így van, tehát itt úgy működik, hogy mind a memóriát, mind az időt te adod meg. Az idő az azt jelenti, hogy hány darab ketchup-f-et hívjon meg, tehát a ketchup-f permutációk száma, és az M az pedig az, hogy mekkora legyen ez a tömb, amiben ír. Erre van egy korlát, ugye, amit mondtam, hogy attól függően, hogy hány szót olvasol, vagy hogy is van ez, hát ezt nehéz tudni. Sajnos ezt nem írtam ide, és fejből meg nem emlékszem rá, de van egy korlát nyilván arra, hogy a T az nem lehet kisebb, mint az M szorozva, talán nem is tudom, az a látában hány szó van, vagy valami ilyesmi. Az R az adott, az attól függ, hogy milyen szóméretet választottál, illetve milyen biztonsági szinten vagy, tehát mekkora a sponge-ban a rate. Ez az én parametrizálásommal, tehát ahogy én kigondoltam ezt, ugye 128, illetve 256 bites security level, és 64 bites szavak, akkor az azt jelenteni, hogy vagy 17, vagy pedig 21 szó van egy ketchup rate, tehát egy ketchup f permutációval, vagy 17, vagy 21 szót állítasz elő, tehát 17, vagy 21 memóriaírás lesz, és ugyanannyi olvasás. Nem tudom, visszamenjek-e, igen, ezen az ábrán. Ezek a vastag vonalak azt jelképeznék, hogy hány ketchup f hajtódik végre, és a vékony vonalak meg azt, hogy ennek során hány szó keletkezik. Tehát ebben a rajzban például ez azt jelenteni, hogy 4 szó keletkezik per ketchup f, ami egy hülyeség nyilván. Akkor 3, így van, tehát akkor 3. Az is hülyeség, tehát 3-at is nehéz kihozni, de mindegy, hát szóval végül is nincs jelentősége. Igen, tehát a térre és az M-re ilyen szabály van, a DKID pedig az a már említett kulcs, vagyis hogy a leszármazott kulcsnak az azonosítója, ez lehet nulla is, hogyha erre nincs szükség, és akkor a kiit visszakapjuk. Na. Ez a C változata neki. Azt hittem, hogy C++, de ez maraság, mert ebben szerintem semmi nincsen, ami C++ lenne. C99. Vagyjuk inkább akkor úgy. Tehát minden esetre C-kód. Ezt csak azt akarom ezzel bemutatni, ezen szerintem ne időzünk sokat, hogy ez még C-be is, tehát még egyszerűbb is lehet, mint a pseudokód. Ugye a modulok kiesnek, mert nem kell moduló, mert mindig előrelépünk egyet, vagy pedig előrelépünk ennet, tehát csak meg kell nézni, hogy kimentünk-e a tartományból, és le kell vonni. Lehet, hogy ennél még jobban is lehetne. Mivel páratlan, ezért valószínűleg nem, tehát az nem egy kettő hatvány szám. Úgyhogy igen, ez végtelenül egyszerű, ami ennél egyszerűbb, az csal. Tehát ennél egyszerűbb algoritmus nem létezik a világegyetemben. Legalábbis én nem gondolom, hogy lenne. Igen, szerintem erről nem akarok más mondani, hogyha nincs kérdés. Minden elérhető egyébként nyilvánosan, tehát ha valaki meg akar vele ismerkedni, nem ajánlom a ne tőlem tanuljatok C-programozást, azt szeretném mindenkinek kérni. Nem vagyok C-programozó, nem értek hozzá, úgyhogy még nem biztos, hogy a legjobb megoldásokat választotta. Adtam magamnak egy bizonyítványt, hát nem magamnak, hanem az algoritmusnak. Ugye keep it stupid simple, szerintem abban az nem fér kétség. Side channel vulnerability, ott egy kérdőjel. Ugye, amiket eddig nézegettek, az ellen védett. De viszont van nekem egy, és majd később erről még lesz szó, van nekem egy bajom ezzel. Most ezt nem is mondom itt, hanem majd csak ilyen kis teaser, mindenki itt maradjon az előadás végéig. Szóval lesz még szó, nem olyan biztos, hogy a side channel védelem az annyira faja. PRF, tehát egy pseudorandom, igen, a ketchup pseudorandom, ők ezt vállalták, ez egy ketchup mode of operation, az override mód is, teszem hozzá, ott nem mondtam, hogy az override mód is teljesen legális ketchupon belül, tehát ez szabad, ők erre a bizonyíték ugyanúgy kiterjed erre is, hogy bizonyítás.
Úgyhogy ez is legális, tehát ez egy pseudorandom függvény. Security proof, ott egy csúnya kettes árválkodik. Ennek az az oka, hogy az ilyen tulajdonság, hogy pseudorandom, meg preimage-etek, meg stb. Ezek ugye megvannak, a ketchup-tól kaptam őket, tehát nem kell rajta dolgozni. Viszont az, hogy a memória igénye az nem optimalizálható valahogy, arra nincs bizonyíték. Márpedig hát anélkül ugye nem sokat ér. Úgyhogy azért kettes, mert 50%, és az 50% az kettes, nem? Úgyhogy így megadtam annak a kettes, de hát azért nem ártana, hogyha ez egy kicsit följebb menne. Security level adott, sőt, tulajdonképpen bármennyi lehet, ugye amint a ketchup elvisz. A ketchup azt mondja, 800 bitig tud fölmenni, bár akkor nem marad már rate, tehát az nem az igazi, de mondjuk 799 bites security level tudsz vele csinálni. Úgyhogy bármit tud, ja, és bitenként változtatható, tehát valakinek az a kedvenc gondolata, hogy 74 bites security levelt akar, akkor tessék, azt is lehet. Remélem, az nem osztható 8-a. Nem osztható 8-a, mert 80 osztható nyilván. Áramvonalas, lehet, hogy de igen, beszéltem róla, így van. Áramvonalas-e? Szerintem elég áramvonalas. Az összes optimalizálási lehetőség a legelső ketchup-f meghívásnál van, ahol ugye elég valószínű, hogy a legtöbb jászlónál a padding az nagy nulla halmaz lesz, mert a jászlók elég rövidek. Úgyhogy ott lehet egy pár műveletet optimalizálni, de aztán ennyi, többet nem szerintem. Finom paraméterezhetőség, ugye azt már pedzegettük is az előbb, csak nem fejeztük be, tehát az időt azt ketchup-f meghívásonként tudod szabályozni, ami mikroszekundum körülbelül, mert ilyen nagyságrendje van. És a memóriát pedig szavanként tudod meghatározni, ami az én implementációban 64 bit. Tehát meg tudod, hogy hány darab 64 bites memóriát használni. Tehát ez elég finom paraméterezés, úgyhogy szerintem ezzel nem lett panasz. Mi ez a bizonyítványom? Hát ez akkor kettes végül is, hogyha úgy veszük. Igen, mert a leggyengébb elemet kell nézni. A biztonság technikában nem úgy van, hogy átlag van, hanem a leggyengébb számít. Úgyhogy kettes. Nem baj, ez már átment. Problémák. És akkor erre utaltam az előbb. Szerintem ezt én vetettem fel először, úgyhogy erre büszke vagyok erre az élőre, és ez senkit nem érdekel rajtam kívül. Tehát ez abszolút nem okozott semmiféle visszhangot a levelezőlistán valamiért. Ugye az történik, hogy fogjuk a titokfüggő adatunkat, és szanaszét terítjük 100 megabyte RAM-ba. Ugye hát ez pont az ellenkezőjében megy, mint amit amúgy szeretnénk csinálni. Tehát a legtöbb kriptográfiát megpróbáljuk bevinni a processzorba. Tehát ne kelljen RAM-ot használni hozzá, mert akkor cold boot-etek van, akkor egyéb más legyek, akkor ott felejtjük például, és valaki kiolvassa. Tehát azt szeretnénk, hogy regiszterekben menjen minden. Most ehelyett mi csinálunk, 100 megabyte-et írunk tele a jelszóból származtatott adattal. Ugye ez nem nagyon okos dolog, és itt van mindjárt példa, hogy miért nem. Mi van akkor, hogy tudok csinálni egy cold boot támadást, hogyha fogom a gépet, valahogy ellopom, egy perc múlva ugye kiveszem a RAM-okat belőle, és megnézem, de addigra már 1%-a maradt csak meg a biteknek, és a többi elpusztult. Ugye egy kulcsot nem tudsz visszaállítani, mert egy 128 bites kulcsban maradt egy. Na jó, akkor 1,3. Hát az nem jó semmire. Igaz? Hogyha van még egy valamilyen privát, tehát egy RSA kulcsod, abból sem marad semmi. De hogyha van 100 megabyte vagy 10 megabyte-nyi bitem, ugye ami mindegyik tulajdonképpen összefügg a jelszóval, akkor abból vissza tudok állítani 100 000-et, vagy 10 000-et, vagy valamennyit. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve elvileg, ugye praktikusan nem biztos, de elvileg le tudom tesztelni az összes jelszót, és meg tudom nézni, hogy azokat a biteket úgy állította volna be. Hopp, erről nem volt szó. Ugye oké, hogy ez nem praktikus, mert hiszen éppen az a lényege az egésznek, hogy ez egy lassú hash, tehát a brute force az nehéz. De eddig a brute force az nehéz volt. Vagy bocsánat, eddig lehetetlen volt, ugye? Mert lehet, hogy a támadó nem fér hozzá semmihez se. Most viszont nyitottam neki egy új ablakot. Tehát nem praktikus a támadás, de lehetséges, míg eddig egyáltalán nem volt lehetséges. Úgy is tekinthetjük ezt, mintha egy hibajavító algoritmus lenne a jelszavunkon. De gyakorra, hogy ugye nem 10% vagy 20% a nagyobb, hanem szor 1 millió. Tehát a világon nincs annyi pusztulás, ami ezt az adatot el tudja törölni. Kivéve persze, hogyha eljutottunk a végé és lenulláztuk, ugye nyilván akkor már nem lesz meg. Ha le tudjuk nullázni, ugye jön a következő kérdés, mert az biztos, hogy olyan egyszerű. Igen, úgyhogy ez egy probléma. Egyébként szerintem lehet erre megoldást adni, de ahhoz már matematika kell, ami nekem ősi ellenségem. Ugye vannak ilyen blindingok sokféle algoritmusban, ami úgy indul, hogy valamiféle véletlenszerűséget beleviszünk, és akkor a végeredmény ugyanaz lesz, vagy vissza lehet ezt csinálni a végén, de az összes köztes eredmény az teljesen véletlenszerű, semmi köze semmihez. Ugye erre sánál szoktak ilyeneket csinálni, hogy egy véletlen számmal megszorozzák az elején, és akkor a végeredményből lesz valahogy ki lehet vonni, hogy ott ne legyen benne.
ugyanazt kapod, de viszont az összes köztes szám, meg mi egymás, az nem függ. Tehát a részeredmények azok nem függnek igazából a titoktól. És akkor ezzel például a sidechannel-etekre kellene védekezni vele. Tehát jó lenne a password hash-be is valami ilyen blinding, tehát amit kiírunk a RAM-ba, az ne, az pseudorandom legyen kvázi, de nem úgy, hogy a jelszótól függően, hanem attól függetlenül. De mégis valahogy a végén meg ugyanazt hozza ki. Erre van egy triviális módszer, ugye az, hogy titkosítani kell. Fogok egy stream cipher-t, és egyszerűen ugye azért jó például egy salsa, mert az lehet, hogy hívott ezt. Tehát nem csak sorba lehet kiszámolni, hanem ugye bármelyik részét ki lehet számolni. Tehát tudom, hogy ha innen akarok olvasni, akkor ki tudom számolni a hozzátartozó cipher streamet, tehát a key streamet, az nem gond. Na de hát ez viszont lassú. Nem olyan nagyon lassú, de azért lassú. És ez azt jelenti, hogy ezt nekünk kell csinálni, mert ugye a támadót figyel, viszont a támadónak nem kell csinálni, mert már nem figyeli senki. Hát igen, itt megint az a kérdés, hogy praktikus-e vagy nem, hiszen pont az a tervünk nekünk, hogy ne legyen praktikus maga a támadás. Igen, de megint csak különbség van a praktikus meg a lehetséges között. Ugye, tehát eddig nem volt lehetséges. Most viszont lehetséges, csak nem praktikus. És ez veszélyes, mert mi van akkor, hogyha én vagyok a támadó, és én tudom, hogy a te jelszavad az olyan milyen szerű. Mert már kifigyeltem mondjuk egy másik weboldalon, és tudom, hogy te általában olyat szoktál beírni, hogy Katika, és utána valami számok. Tehát már csak a számokat kell kitalálnom. Van 5000 ötletem, de nem tudok 5000-et próbálkozni, mert le leszek tiltva 3 után. Viszont, hogyha egy ilyen támadással az 5000-et ki tudom próbálni, és meg tudom találni, melyik az igaz, akkor már be tudok menni nevedbe. És akkor 5000-et kell csak kipróbálni, nem pedig 2/30-on. És az meg teljesen mindegy, hogy mekkora stretchinget használsz, meg én algoritmust, 5000-et mindenképpen ki lehet próbálni. De azzal nem lehet védekezni. Tehát mindenképp azt mondanám, hogy azért ne kicsinyedj, tehát ez nem úgy van, hogy ha nehéz kiszámolni, akkor meg lehet nyugodni, mert nem mindig véd az meg téged. Ez volna az én érvelésem. Most mondom, ez teljesen lepatant nagyjából mindenkiről, úgyhogy ilyen nem lesz, legalábbis egy hamar nem láttok ilyet. Probléma 2 az pedig az, amit már mondtam, hogy vajon hogy lehet kiszámolni memória nélkül a Gambit végeredményt. Ehhez én nem tudom, milyen módszert kéne használni, de amivel a katonások próbálkoztak, az egy ilyen Black Pebble game, aminek azon a lényege, hogy fölírjuk az adatokat, mint gráfot, és mindegyik gráfnak a csomópontjai, nem mindegyik gráfnak, mindegyik csomópont, az ugye egy valamilyen adatot reprezentál a logikai folyamatban, és a élek azok pedig az, hogy miből mit lehet kiszámolni, illetve mi kell hozzá. Ugye, és akkor több bemenő éle van, az azt jelenti, hogy több minden kell hozzá, hogy kiszámoljad. Ez például egy ilyen kis teljesen talamra felrajzolt gráfocska, ami ugye mutatja, balra jobbra halad minden benne, és akkor az, hogy kiszámold a legvégét, ahhoz ilyen folyamatba kell menni. És akkor most jön az, hogy hány darab, és a játék úgy nézzen ki, hogy minden olyan nódra, amelyiknek vagy nincs bemenő nyila egyáltalán, tehát nincs bemenő éle, vagy pedig az összes bemenő élnél már van egy kis fekete kő, oda tehetek egy fekete követ. Ez a szabály. Hogyha nincs minden bemenő nyíl kielégítve, akkor nem tehetek oda követ. És akkor ugye szépen ezt a játékot kell játszani, hogy akkor már tettem egy követ a legelsőre, a bal oldalra, akkor már tehetek két követ ugye a következő kettőre, és így tovább, és így tovább. Valamint van még egy olyan szabály, hogy le lehet venni bármikor egy követ, mert azért semmiben nem kerül nekem elfelejteni adatot. Tehát bármikor levehetek egyet. És akkor az a kérdés, hogy mi az a legkevesebb számú kő, amivel mondjuk meg lehet csinálni, illetve az is kérdés, hogy hány lépésben. Tehát, hogyha mondjuk van 5 kövem ehhez a gráfhoz, akkor hány lépésben lesz megcsinálva. Hogyha 3 van, akkor hány lépésben lehet megcsinálni. És erről szólnak mindenféle matematikák, meg tételek, meg mi egymás, de ez egy nehéz probléma. Tehát ez nem egy olyan, amire van egy algoritmus, ami megcsinálja, aztán jó van, hanem ezt bizony egyesével gráfonként kell átnézni, kitalálni valakinek, hogy erre lehet-e valami algoritmust kitalálni, vagy nem. Ezzel gondoltam én megtámadni, de... A számú nem tudja, nem, mert például van itt ebben egy olyan, ha megnézed, ahol két nyíl mutat befelé, ott az sehogy se lehet megcsinálni, anélkül, hogy legalább az előző kettő nódon ne lenne mind a kettőn egy kő. Nem csak pontosan, hogy a cél. Teszek a bal oldalra egy követ, és megoldottam a fel. Nem, az a cél, igen, azt nem mondtam a célt, hogy balra-jobbra kéne haladni, tehát a végcél az a jobb oldali, a legjobb oldali karika. Tehát oda kell eljutnod. Tehát a legjobb oldali karikában legyen egy fekete pötty. Azt akarom kiszámolni, az mondjuk a password hash. Ugye, és akkor ugye látható, hogy legalább kettő kell, mert van olyan nód, amelyikben két nyíl mutat, tehát az biztos, hogy kettő nélkül nem lehet megcsinálni. Szerintem ezt a gráfot egyébként 3-mal lehet megcsinálni, de ezt most csak úgy találomra rámondtam. Én 3-mal tudom megcsinálni, azzal viszont triviálisan könnyű, vagy nem annyira. Ráhozzá, mert a közepén, ahol például a falon a hasadás fut, az jelzi jól azt a frontot, hogy egyszerre kell. Igen.
Igen, így is lehet nézni valóban, tehát hogyha a vonalakat tudsz húzigálni, amin azt kell nézni, hogy hány nód megy át rajta. Ja, na most itt ott akadtam el, de nyilván én azt gondoltam, hogy ezt fogom használni, mert milyen jó ez nekem, hogy egyáltalán hogy kell gráfot rajzolni a Gambitről. Itt már elakadtam, úgyhogy nagyon a bizonyítás nem ment sokáig. Úgyhogy ez a kérdés nyitott, tehát ha valakit érdekel, akkor lehet rajta töprengeni. Ugye a felső az lenne, hogy tegyük föl, hogy egy catch-up state az, amit tárolunk. Tehát nem a memóriát hagyjuk a fenébe, és csak catch-up state-eket tárolgatunk, és akkor azt akartam mondani itt lerajzolni ebbe a kuszaságba, hogy milyen előző state-ektől függ MS. Tehát mit olvas? Ugye nyilván úgy, hogy a RAM-ból olvas, azt a RAM-ot, azt melyik state-be írták bele, tehát akkor attól a state-től függ. Ugye mivel, hogy 17 vagy 21, de hogyha nem másképp definiált, akkor kevesebb előző state-től függ, tehát ezért sok nyíl mutat így visszafelé. És az úgy néz ki, ugye, hogy ha nagyobb ilyen képeket vizsgálgatsz, akkor látod, hogy ez úgy működik, hogy az egyik nód, az mondjuk, mit tudom én, a 100-al ezelőttitől függ, meg még kettővel, meg még kettővel, meg még kettővel azelőttől, ezek nem mindig ilyen szépen mennek, hanem én vagy 2-3-2-3, vagy szóval valami mintázatban, és a következő nód az egy még régebbitől. És akkor a megkövetkező nód az még régebbitől, és akkor egyszer csak ez körbe megy, és a következő nód az már közelebbitől, és akkor ez kezdődik előről, és így megy. De néha van olyan, hogy ketté osztódik, itt is van a példában egy ilyen, hogy tehát, hogy pont félbevág egy ilyet, és akkor mit tudom, 2-3 közeli kapcsolata van neki, és egy jó csomó meg a nagy múlva vezet. Ja, és még egy érdekesség van, igen, hogy nem is csak ennyi kapcsolata van, hanem még visszább megy, mert ugye a RAM-ban meg szorozunk, tehát nem csak attól függ, amikor ki lett írva, hanem attól, hogy előtte mikor lett kiírva, és még azelőtt mikor lett kiírva, és még azelőtt mikor lett kiírva. Tehát visszamegy az idők kezdetéig, akkor egy ilyen gráfot kéne ilyen Black Pebble game-mel pebblezni. Méghozzá úgy, hogy a T-szeres az ugye kisebb legyen, mint a naív megoldásé. Oké. Másik lehetőség, hogy az egyes szavakat nevezem ki csúcsoknak, csak ez a második kép. Hát ez szerintem menthetetlenül bonyolultá válik. Ugye ilyenkor a fölül az a piros rész, az mutatná a kapacitást, ami szépen csak vonul balról jobbra. Az alsó kettő mutatná a rate részt, a rátát. Most két szó, mert ez mindig variálom egyéb mennyi, most itt kettő. És akkor azok a függőleges oszlopok, az meg a memória. Itt az is benne van, és akkor lehet látni, hogy ugye hogy megy a folyamat, hogy először kiírt az első kettőt, utána visszaolvasta az elsőt, meg az utolsót. Itt most az utolsót már egyesével lépkedne olyan pici. Tehát itt ugye az F az N-1 lesz ilyen kicsi esetben. És akkor a következő kiírt a következő kettőt, és visszaolvasott valamit, és így tovább. Közben ugye a szorok miatt vízszintes vonalak is futnak. Közben a state-en belül ugye a ketchup F az a kuszaság, ami összeköti a két state-et. Ugye ez mindegyiktől függ, ez benne nagyszerű. Viszont ebben a gráfban az a furaság van, hogy itt költség az nem tartozik csak a kék vonalakhoz. Tehát nem is tudom, hogy ezt egyáltalán meg lehet-e fogni valahogy, hogy nem egy mozdulat, tehát nem egy kő odébb tolása lesz az egy művelet, hanem csak az, hogyha a state-et itt számolod át a másik state-be. Az összes többi, az csak memória mozgatás, az hanyagoljuk mondjuk. És akkor még egy érdekesség van persze, hogy mert ez sem egyszerű, hogy az volna a frankó, hogyha nem is, tehát nem az a szabály, hogy egy követ lehet kirakni, vagy egyet leszedni, hanem egy körbe n darab követ lehet kirakni, és akárhányat leszedni. És akkor az a lényeg, hogy minél kevesebb körből legyen meg. Körök száma szorozva a kövek számával. Mert ugyanis ez modellezni azt, hogy több szálú, tehát egy multikor számítógépen modellezzük. Úgyhogy ez a nyitott kérdés. Ezt a kettőt kell megválaszolni, és akkor a válaszokat e-mailbe várom. És akkor ez az, amit el akartam mondani, úgyhogy a továbbiak a kérdések jöhetnek, ha vannak. Igen. Miért Gambit? Miért Gambit a neve? Csak. Egyébként azért Gambit a neve, mert ahogy gondolkoztam rajta, az asszociációm támad, hogy úgy néz ki, ahogy dolgozik vele, mint hogyha kártyákat venne fel az asztalról és rakna le. És utána összekeveri, ugye, amit beolvasott, majd kirak bele még egy párat, megint fölveszi, és kártya. És